Jó napot kívánok! Folytatjuk a CPAC Hungary 2023 konferencia közvetítését elemzésekkel és beszélgetésekkel, és köszöntöm a stúdióban Pindroch Tamást, az Alapjogokért Központ elemzőjét, és Szendrei Róbert alkotmányjogászt, egyház szakértőt. Köszönöm, hogy befáradt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi pedig folytassuk a honvédelmi miniszterrel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a mai beszédében hangsúlyozta, hogy mi ott Magyarországon az Isten, haza, család szent háromságát védjük. A magyar nyelvben külön szó van az ország fegyveres erőire, honvédelemnek, honvédőknek hívjuk a katonáinkat is. A hazát, ha kell, fegyverrel, de helyes nemzetpolitikával kell védenünk. Számomra, mint a kommunizmusnak nevezett ostoba és gonosz társadalom kísérletben fölnőtt magyar számára teljesen érthetetlen, hogy szabad nyugati kultúrákban miként terebélyeshetett el ilyen mértékben az ateista, szovjet bolsevik mindenféle új neveken nevezett ideológiai áramlatok mutációi. A honvédelmi miniszter is erős szavakat használt, erős szavakkal ütötte fel a beszédét, és hát erről beszélt, hogy honvédelem, és ez milyen fontos, és hogy ez egy magyar szó, hogy ez megtalálható a magyar nyelvben. Nagyon fontos szellemi honvédelem, és a társadalompolitikában is honvédelem van. Tehát elég erőteljesen védekeznünk kell, ahogy Orbán Viktor is beszélt a szónoklatában erről, mert ez a világtéboly, ez a genderizmus, meg a vókizmus, az már Európában is jelen van, Nyugat-Európában, és ha nem védekeznénk, akkor elérne hozzánk is. De egy nagyon határozott és kemény gyermekvédelmi törvény ezt a homoszexuális propagandát ezt megtiltja az iskolákban, az óvodákban, és remélhetőleg nem lesz az a helyzet, mint Nyugat-Európában, hogy a szülők tudta nélkül olyan egyének szexualizálják a gyermekeket az iskolákban és az óvodákban, akiknek semmiféle engedélyt senki nem adott erre, és befolyásolják egész életükre őket. Hát, hogyha valakit rá lehet beszélni nem váltásra gyermekkorban, az egész életét meghatározza, és elrontja, és ki tudja, hogy mi lesz belőle, vagy hogy megéri a felnőttkort. Mert sajnos ezzel nézünk szembe, az öngyilkosságok száma is nő Nyugat-Európában. Szendrei Róbert? Azt gondolom, hogy egy szellemi harc zajlik. Magyarország ebben a nagyon izgalmas időszakban, azt gondolom, ez egy bibliai időszak, azért használom, hogy Bibliát, bibliai időszak. Igazából az a kérdés, hogy mi erre a Bibliára, erre az igére igent mondunk, vagy nemet mondunk. Szeretnénk a társadalmunkat úgy felépíteni, az előttünk a nemzedékek, amire a civilizációnk épül, vagy pedig engedjük, hogy relombolják. Az a kérdés, hogy revival, vagy woke. Egy visszatérés az igéhez, és az ige alapjára állni. Egy ébredés. Egy igazi felébredés, vagy pedig egy olyan ébredés, ahol azt mondjuk, hogy ez nekünk nem kell, és mi egészen mást akarunk. És miniszter úr pontosan jó beszél róla, ez egy szellemi harc. És ezeknek a szintere nem csak itt a Földön zajlik, ezt nagyon érzik, ez valahol ott a magasságokban van. És ezt érezzük meg, és Magyarország egy csodálatos ország, azt gondolom, és mi nagyon-nagyon szép napokat élünk meg. Itt volt maga őszentsége, II. János Pál pápa. Most pedig ide jönnek mindenhonnan, mint egy oázisba, és arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk megvédeni az értékeinket. Hogyan tudjuk megosztani azt a tudást, amivel mi rendelkezünk, hogy a barátaink az Egyesült Államokban is hatalomba kerüljenek, és az igét tudják hirdetni, és az ige alapján állhassunk. Egyébként ez egy félelmetes dolog, és erre is történt utalás, hogy egy ekkora ország, 10-9 millió ember, és a világ ma Magyarországra figyel. A pápa látogatás idején is Magyarországra figyelt, és most is. Az Egyesült Államok ráadásul a világ legnagyobb katonai ereje. Mit látnak itt Magyarországon? Hát önmagán túlmutató ereje van Magyarországnak, és a magyar kormánynak, és annak a politikának, amelyet most már 13 éve hatékonyan képviselés végez, és politikai teljesítmény van mögötte. A világon a politikai teljesítményt, az Egyesült Államokban a republikánusok a politikai teljesítményt, azt nagyon is jutalmazzák, és látható, hogy Európában most másodszor lehetett megrendezni a CPAC-et, ez is mutatja, ez Magyarországnak szól ez az üzenet, nem csak a kormánynak, a magyar népnek, mert hogy a magyar nép választja ezt a kormányt, amely hatékonyan tud fellépni a világtébolyára. Mexikó ellen, amiről már az imént beszéltünk. Most utalt már erre Róbert, hogy lehet, hogy Magyarországon egy szellemi, spirituális erő is van, ami most fontos a világban, és amire odafigyelnek. Erről is beszélt a honvédelmi miniszter. Így van, egyértelmű. Tehát nagyon sok olyan szentember profécia volt arról, hogy Magyarországnak egy különleges szerepe van a nemzetek között. És ezt a különleges szerepet látjuk, és amikor azt vesszük észre, hogy egy ország egyszerre szövetségese Isten egyik népének, a Vatikánnak, és itt van a Szent Atya, Krisztus helytartója, és azt mondja, hogy mi vagyunk a hidak, mi vagyunk a szentek és a történelem városa, és itt van utána egyszerre egy olyan összejövetel, ahol pedig arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megmenteni a civilizációnkat, akkor bizony azt tudjuk mondani, hogy igen, valóban nagyon nagy dolgokat teszünk, és a mi miniszterelnökünk pedig munkatársa Krisztusnak, és a Whitefieldnek mondom, hogy Róma 16.9, olvassák el. Tehát azt gondolom, hogy óriási dolog, ami Magyarországon történik, és ezért is vagyunk támadás alatt. És ezt a támadást, hogy a honvédminiszter is mondta, nem fogjuk tudni igazából máshogy elhárítani, csak, ahogy a pápa őszentsége mondta, imával és bőtel. És hát Orbán Viktor is beszélt arról, ha már spirituális erőről és szellemi honvédelemről beszélünk, hogy ugye tavaly előtt a pápa látogatás és a CPAC között fél év telt el, most gyakorlatilag egy pár nap, lehet, hogy jövőre már a pápa is benéz a CPAC-re? Azt nem tudjuk, hogy benézze a CPAC-re, reméljük lesz jövőre is CPAC, és a pápa ellátogat Magyarországra jövőre, és minden évben jöhet, tőlem minden héten jöhetne, mert felemelő érzés volt a pápa látogatást végigkövetni. Ez egy politikai üzenet is volt a pápa látogatás a kormánynak és a magyar népnek ugyanúgy, mint az amerikai republikánusok üzenete. De hát ez egy kicsit emelkedettebb üzenet azért a pápáé. Hát nem tudom, hogy be fog-e nézni a CPAC-re, jöjjön, mi szeretettel várjuk. Ha már beszélünk erről az összefeszülésről, szellemi értelemben és harcról minden értelemben, Azbej Trisztán, a Hungary Health program igazgatója arról beszélt ma délelőtt, hogy mi alatt zajlik ez a kétnapos rendezvény, az alatt világszerte 30 keresztényt fognak meggyilkolni pusztán a hite miatt. A kérdés az, hogy áll ez a harc, és milyen esélye van a kereszténységnek ezzel a nagyon masszív, globális, szekuláris erővel szemben. Azt gondolom, hogy ez a harc, ahogy mondja az ige is, nem test és vérrel zajlik, az Efezus levél erről szól, hanem itt olyan láthatatlan erők vannak a háttérben, beszélünk háttérhatalomról, akiket igazából nem látunk. A mi erőink azok világosak és láthatók, mi a világosságban járunk, nekünk ott van a hierarchiánk, ott van a Szent Atya, ott van a pápa, látjuk az érsekeket, püspököket, látjuk a miniszterelnököt, és valahol valami, egy háttérhatalom, egy nagyon erős rend, ki kellene mondani, a gonoszszal küzdünk. Tehát a jó küzd a gonoszszal. És azok a nagy államférfiak, mint Ronald Reagan is, aki ezeket látták, és ilyen a mi magyar miniszterelnökünk is, Orbán Viktor miniszterelnök úr, akik ezt látják, akkor ebbe a dologba ők beleállnak. És ők is az igéhez fordulnak, és miniszterelnök úrnak is az a megállapítás, amikor azt mondja, hogy a nemzetek ott vannak bent a Szentírásban, a Bibliában, ott vannak, igen, 5 Mózes 28-32, hiszen csak a nemzeti alapokra felépülve tudunk patrióták lenni, tudjuk megőrizni az identifikációnkat, ahogy előbb a Tamás utalt rá, hogy a nevünket is meg kell őrizni, hiszen azzal kezdődik az iga, hogy a konferencián az államtitkár helyettes úr, aki Trump elnöknek volt a tanácsadója, elmondta, hogy azzal kezdődik a Biblia, hogy az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. És az a másik oldal, ez a sötét oldal, ez az okkult oldal, amit nem látunk, pontosan ezekkel az értékekkel megy szembe, az Isten megy szembe, aki azt mondja, hogy nincs, erős beszélgettek az államtitkár úrék, a második neki megy a családnak, szét akarja verni a jövőt, és neki megy a hazánknak is. És hát Paul Gosar, az amerikai kongresszus republikánus tagja felszólalásában pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyarország reménysugárként áll a nyugat előtt. Csak hogy még egy képet, szinte bibliai képet használjunk. Igen. amiről beszéltem, a 13 év politikája, az a politikai teljesítmény, az a családpolitika, de a migrációval, az illegális migrációval való szembenézés és fellépés, a kerítésépítés. Az, hogy megakadályoztuk, hogy amit Nyugat-Európában ugye Soros György-féle NGO-k szerveznek, és ők vannak mögötte, hogy betelepítsenek embereket, szétosszák ezeket az embereket Európában, minden nemzet kapjon belőlük, hát az a kulturális alapjainkat kérdőjelezné meg. Magyarország szembenézett ezzel, és sok más nemzetet is képvisel ez az álláspont, bár ők nem merik kimondani, mert nincs olyan erős kormányuk, mint nekünk van. Mi kimondjuk, és fellépünk az illegális migráció ellen minden eszközzel, a jogeszközével és a határkerítéssel is. Gosar képviselő úr arról is beszélt, folytatva az ő gondolatát, hogy a woke egy keresztény ellenes romboló erő, ami Amerikában már a családokat is megosztja, illetve szembefordítja egymással. Talán azért érdekes kérdés ez, mert általában Amerika 10 évvel Európa meg Magyarország előtt jár, és sokszor hivatkoznak arra, hogy ez itt még nem probléma. Az LMBTQ, a woke kérdés, ez itt még nem ütötte fel a fejét, de mégis mire számíthatunk? Mert az amerikaiak, akik itt vannak, ők már ezt tudják nyilván. Azt gondolom, hogy nekünk is fel kell magunkat vértezni. Kell az ő példájukból tanulni. Magam is abban a szerencsében volt részem, hogy én az Egyesült Államokban tanulhattam egy évet, 94-ben, 95-ben. És láttam, hogy azok, amik akkor az Egyesült Államokban voltak, utána nálunk valóban bekövetkeztek. És olyan lépések voltak, viszont mi tudjuk, hogy mi fog történni, és vannak ott szövetségeseink. Ráadásul én azt gondolom, hogy Magyarország oázisként tud olyan megoldásokat, amelyeket mások nem tudnak. És az is egy nagyon nagy dolog, hogy Magyarország népe bízik a magyar kormányban. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés, tehát ezt se tudjuk kellő módon értékelni, azt gondolom, hogy 4-szer 2/3-ra győzni, az azt jelenti, hogy valamit nagyon-nagyon jól csinál a magyar kormány, és a magyar népe pedig bízik benne. És lehet látni az eredményeket, a politikai eredményeket, a gazdasági eredményeket. És valóban mi felvettük a harcot, mi egyfajta keresztény védelmet, a zsidó keresztény kultúrát védjük. Mert hogy beszéljünk egy másik szövetségesünkről, ez is érdekes, hogy nem csak szövetségesünk a Vatikán, hanem szövetségesünk Izrael is. Tehát... És pont ez a bizalom, amit említett, ez Amerikában nincsen meg az emberekben. Amerikában egy hihetetlen, tehát az amerikai társadalom rendkívül megosztott. Ott egy iszonyatos, nagy, hatalmas nagy feszültség zajlik. Amerika nagyállam, és aki az Egyesült Államoknak a hatalmát birtokolja, az a világban nagyon-nagyon komoly befolyásra tesz szert. Ezért olyan kiméletlen az a harc, ami ott zajlik az Egyesült Államokban. És ott is itt vannak a barátaink, itt van Trump elnök, itt vannak a kongressmenek, szenátorok, akik onnan jöttek, és vállválvetve küzdünk, és a magyar miniszterelnök és a magyar kormány tud valamit, amit megosztunk most velük. Hogy ők is hatalomba tudjanak kerülni. Sokszor elfelejtjük azt, hogy az Egyesült Államok egy vallásosabb ország, vallásosabb nemzet, mint Európa, és sokszor elfelejtik ezt, hogy a politikában is ott van a vallásosság, nem? Az ő pénzükön ott van, a dolláron, in trust we God, Istenben hiszünk. Ők is ezt a Mayflowerről érkező puritán bevándorlók erre a könyvre, a Bibliára építettek föl az ő államukat. És valami hihetetlen támadás indult el szép lassan. Egyébként a vágyfülűek meg a vágyszeműek, ők odafigyeltek erre a dologra, és most visszatérnék egy pillanatra Európára. Margaret Thatcher miniszterelnök asszony a Downing Street 10 című könyvében beszélt arról egy fejezetben, hogy várható egy szuperhatalom Európába, ami ha létrejön, akkor a nemzetek útját fogja összerombolni. És nézzük meg, hogy mi történt Angliában, akik számára fontos a nemzet, szép lassan angolosan távoztak az Európai Unióból. Igen, és hát maradva annál a keresztény örökségnél, hogy a nemzettudat kapcsán Orbán Viktor arra is utalt a megnyitó beszédében, hogy a Bibliában is az áll, hogy Isten nemzeteket teremtett. Mennyire fontos ez? És hát a nemzetek ellen folyik, már a vallás ellen azért volt egy támadás, de ez a hullám azért nem szűnt meg, és most a nemzetek, a család, tehát minden a normalitás, a kerete, a normális életünk kereteit próbálják megroppantani. Kulturális marxizmus, a Gramsci elmélete, a tudományban, a zenében, a kultúrában kell ott lenni, az oktatásban ott kell lenni a baloldalnak, és ki kell rekeszteni minden más nézetet. Hát látjuk, hogy mi folyik Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államok egyetemein. Sajnos a jobb oldal ott Nyugat-Európában is és Amerikában is, ezt nem vette elég komolyan, ezt a támadást. Az Egyesült Államokban a vallási közösségek valóban erősek, a vidéki Amerikáról beszélünk, mert több Amerika van. Tehát ne azonosítsuk Amerikát Bidennel és a demokratákkal, mert nagyon erős a jobboldali, konzervatív, vallásos réteg is az Egyesült Államokban, és ott valóban vallási közösségek léteznek és élnek. Tehát minden napjaikat úgy élik meg, imával. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy mindenki a gender ideológiát próbálja terjeszteni az Egyesült Államokban. De törésvonalak vannak az Egyesült Államokban, és láttuk az előző években, hogy már polgárháborús törésvonalak vannak. Nem csak a latinok, a fehérek, a feketék között, hanem valóban egy ideológiai harc is van, és ez a gender okozza, a genderőrület. Ezt kell megállítani, nehogy Magyarország belépjen ez a dolog. Törésvonalakat említett Pindroch Tamás, a családokban is törésvonalak keletkeznek. Erről beszélt Sue Bradley Ferrell, az amerikai Counterpoint Institute elnöke, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy terjed az LMBTQ ideológia az iskolákban, és a kommunizmushoz hasonlóan próbálja szembefordítani egymással a szülőket és a gyerekeket. Hát ez a marxizmus lényege, a kommunizmus lényege. Mindig harcot kell keresni, ezért kellett osztályokat felállítani, egymással szembeállítani társadalmi rétegeket, hogy ellenségnek gondolják. És most egy atomizált dolgokban, tehát a családban. Igen, a genderizmus erről is szól, hogy saját katonákat neveljenek ki, ezért nem akarják, hogy a szülők beleszóljanak a gyermekek nevelésébe. Emlékszünk 1919-20-ra. Hát a tanácsköztársaság idején is mi volt az egyik fő irányvonala a kommunistáknak? Az, hogy a gyerekeket vegyék el a családtól, és ők neveljék föl, és ők oktassák, mert hogy katonákat kell nevelni belőlük, és így tudják átörökíteni évtizedről évtizedre a saját ideológiájukat, és mindig harcot kell vállalni. Ha megszűnik valami, vagy elértek valamit, nem érdekes, mert a harcnak folytatódnia kell. Nekünk pedig, ahogy Orbán Viktor is mondta, ahogy a honvédelmi miniszter is mondta, védekeznünk kell, de a védekezés egyben támadás is. Előre támadnunk, meg kell támadnunk azokat a dolgokat, amiket be akarnak hozni. Ez a gyermekvédelmi törvény, ez a plastikus módja ennek. Tehát Magyarország felveszi a harcot. Bradley Ferrell arról is beszélt, egy érdekes mondat ennek kapcsán, hogy hogyan áll a vókizmus és az LMBTQ ideológia családokban, szülők és gyerekek közé, hogy hergelik a diákokat. Bizony. Az Egyesült Államokban ez alatt mit értsünk? Gyakorlatilag azt gondolják, ezek a gonosz ideológiák, amiket igényt igazából csak az elnevezésük és az arcuk változik, de valójában ugyanazt szeretnék, ugyanígy a Biblia ellen szeretnének menni, ugyanígy a családok ellen szeretnének menni, ugyanígy a normalitás ellen szeretnének menni, és a devianciákat akarják uralkodóvá tenni. Ezek az elméletek mindig is ember és családellenesek. Ugye én idősebb ember vagyok, sajnos az életem egy jó részét miniszter úrhoz hasonlóan a kommunizmusban töltöttem, én is emlékszem dolgokra, és ugye ki volt ott a hős, az volt a hős, az a gyerek volt a hős, aki az édesapját és az édesanyját feljelentette a szovjet hatóságoknál. Az Egyesült Államok, aki nagyon-nagyon erősen védekezett a kommunizmus ellen, most abban a furcsa helyzetben találta magát, hogy egy egészen más állarcban, ebben a vók állarcában, de találkozott ezzel a pusztító gonosz ideológiával. És azokat a hagyományos keresztény közösségeit, amire neki is az állam épült, és amiről mi államunk is épül, hiszen mi Szent Istváni alapítású állam vagyunk, és amikor azt mondják, hogy mi az Európai Uniónak milyen részei vagyunk, mi az Európai Unióhoz nem 2004-ben csatlakoztunk, mi 1000-ben csatlakoztunk, amikor beléptünk a rész Republika Krisztiánába, és akkor az, hogy mi idejöhettünk, a Szentatyának az elődje, Szilveszter pápa küldött nekünk koronát, és mi azóta vagyunk ennek a közösségnek a részei, és minket a történelmünk során a hitünk tartott meg. És ezt a hitet, ezt a fajta mindent, ami Isten, ami család, ami haza, azt mind szét akarják rombolni azért, hogy kiszolgáltatott, adamizált emberek legyenek, és az államnak legyen minden hatósága. És kimondta a Biden elnök egyébként, bátborzongató volt, azt mondta, hogy a gyerekek azok az államé, nem pedig a családé. Egyébként ezzel kapcsolatban megbélyegzésről is beszéltünk már, és Gavin Max, a New Yorki Fiatal Republikánusok klubjának elnöke is felszólalt, és ő azt mondta, hogy a baloldal egy képmutató tulajdonsága, hogy megbélyegzik a nemzeti érdekek képviselőit. Tegnap a DK reagált Orbán Viktor megnyitó beszédére, és azt mondták, hogy a magyar kormány az amerikai szélső jobboldallal kokettál. Gyakorlatilag ezt jelenti a CPAC. Nem, hogy támadjanak csak, nem tudom, hogy a baloldalnak az elmúlt években kit sikerült Magyarországra hozni, hogyha már mi elszigeteltek vagyunk, ugye a magyar kormányról ezt mondják, akkor milyen baloldali politikus, vagy bármilyen rendezvény volt, ami olyan érzéseket, meg olyan figyelmet keltett bárhol Európában, vagy a világon, mint ez a CPAC tavaly és most. Semmi. Tehát ők támadjanak, nem, szerintem nem lényeges, és nem is hiszem, hogy nagyon foglalkozni kell azzal, hogy a Demokratikus Koalíció éppen mit talált ki aktuál politikai szempontból. Ezek sokkal erősebb dolgok, a CPAC is. Ezt látja mindenki szerintem, aki figyelemmel követi ezt a konferencia sorozatot, hogy itt nem aktuál politikai, pártpolitikai dolgokról van szó, hanem a világról beszélünk. A világról, az életünkről, hogy milyen irányt vegyünk, és hogy a világon a jobboldali, és én inkább józan politikai erőknek nevezném ezt, hogy kapaszkodjanak össze, és fogjanak össze, hogy legyőzzék ezt a wokizmust és genderizmust. Ez a lényeg. Most pedig, ahogyan az imént ígértem, már kapcsolunk a Bálnába, a CPAC rendezvényre, ahol a lokális, a hiperglobális ellenszekcióban most Hans-Georg Maaßen, a Német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal volt elnöke beszél hamarosan. Rendszer jön létre, amely garantálja a tagállamok és azok állampolgárai biztonságát. És mondják el, hogy mi a helyzet a tekintetben az Egyesült Államokban. Krisz, kezdjük talán önnel. Hát a helyzet az Egyesült Államokban nagyon súlyos. Ellenőrizetlen határunk van, egy olyan határunk, aminek gyakorlatilag az ellenőrzését átengedték mexikói kartelleknek. Senki nem mehet át ezen a határon anélkül, hogy pénzt fizet a karteleknek, vagy a kartelektől, és vagy engedélyt kap a kartelektől. És ez mindenre igaz. Akár kábítószerről van szó, emberekről, fegyverekről, bármiről. A mexikói kartelek azok, akik ellenőrzik a mi déli határunkat. A Biden kormányzat elengedett bármiféle ellenőrzést, és a határvédelmi szervek azok gyakorlatilag csak a menedékjogi kérelmek elbírálásával foglalkoznak, és azóta, mióta Biden kormányzat van, talán kb. 6 millió ember lépte már át a határt. És nem csak az ellenőrizetlen migrációról van szó, hanem arról, hogy fogalmunk sincs, hogy ki van az országban. Abszolút semmi fogalmunk. És a másik tényező, ami legalább ennyire fontos, és teljes mértékben összefügg a migráció kérdésével, az pedig a hihetetlen kábítószer forgalom, ami átáramlik a határon, és hogy csak ezt két perspektívába helyezzem, az első számú halálok Amerikában 18 és 45 év között az a fentanol. És egy 737-es repülőgép, Boeing 737-es, hogyha tele van utasokkal, és ez lezuhan, minden nap egy ilyen, na ennyi áldozatot szed a fentanol túladagolás Amerikában, amelyek teljes mértékben ahhoz kapcsolódnak, hogy a mexikói kartelek ellenőrzik az amerikai Egyesült Államok déli határát. Hát ilyen a migrációs probléma. És ez kihat persze az egészségügyre, az iskolákra, kihat különböző társadalmi, szociális kérdésekre, de egyébként egy nagyon súlyos bűnügyi, bűnözési helyzet hullám is kapcsolódik ehhez, ami gyakorlatilag erodálja az életminőségét hazánkban, és nem csak szociális kérdéseket, de bűnügyi kérdéseket is felvet. Well, in 1985, the Schengen Agreement, 1985-ben, amikor a Schengen egyezményével az európai belső határokat el akartuk törölni, a külső határokkal kapcsolatban is születtek szabályozások, amik kimondták, hogy az tagállamoknak büntetést kellene kivetniük azoknak, akik az külső határokat átlépik. Jelenleg azonban az Európai Unió funkciójában arról van szó, hogy hivatalos monitorozását kellene, megfigyelését kellene végrehajtani a határátlépésnek. Sokkal fontosabb lenne pedig a külső határok védelme, amikor a menedékjogról van szó. A menedékjogban azt írjuk le, hogy megfelelő státuszt kellene biztosítanunk azoknak, akik ezt kérik, és meg kell felelnünk a Genfi konvenciónak, ami azzal szellemben született, ami a politikai totalizmus ellen lépett fel, ugyanakkor a migrációs beáramlás olyan óriás lett, amit a múltban úgy a különböző barbárkorok óriási emberáradatához lehetne hasonlítani. Az Európai Uniós szerződések az illegális migrációval szemben, az embercsempészettel szemben megvannak a szabályai, de annak érdekében, hogy ezeket betartsuk és elértsük, ahhoz vissza kell térni az alapokhoz, felül kell vizsgálni ezeket, meg kell változtatni ezeket, és ezek az alapok, azok a nemzetközi európai törvények, jogszabályok, amelyek részrehajlóak, és amelyek a migránsok jogait tartják előtérben ahelyett, hogy a nemzeteket kéttartanák, és megkötik azoknak a kezét, akik meg akarják védeni a határainkat. Köszönjük szépen, Mr. Maaßen. Nos, tudják, hogy ügyvéd vagyok szakmámnál fogva, de azt gondolom, hogy Európában nincsenek jogi problémák, hanem sokkal inkább politikai akarat hiányáról van szó. Valójában nincsen nagy szüksége szerintem arra, hogy az Európai Uniós direktívákat megváltoztassuk a menedékjogra vonatkozóan, az illegális migrációra vonatkozóan. Sokkal inkább azt gondolom, hogy sokat tehetnénk annak érdekében, hogy az illegális migrációt megállítsuk, és a menedékjoggal való visszaéléseket az Európai Unióban. Szerintem a legnagyobb problémánk az az, hogy a politikusok, a nagy részük a politikusoknak általában baloldaliak vagy zöldek, akik legális migrációt és illegális migrációt akarják, hogy beérkezzen Európába, ahelyett, hogy megállítanánk azt. A görög és az olasz határvédők sokkal többet tehetnének annak érdekében, hogy megállítsák. Mindez, de nincs lehetőségük számukra, hogy ezt megtegyék. Ugyanezt történik a kartellekkel is, amiről beszéltünk. Tehát a hatóságok sokkal többet tehetnének ennek érdekében, de azt gondolom, hogy az európai Brüsszelben élő civil szolgálók és hivatalnokok és politikusok nem tesznek meg eleget ennek érdekében. Szerintem tehát a legnagyobb probléma az az, hogy óriási mennyiségű illegális migráns érkezik Európába, amit meg lehetne állítani minden egyes nap, hogyha meg lenne a politikai akarat erre vonatkozóan. Egy éven belül az illegális migránsok száma Németországban megkétszereződött. Nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy miért engedjük meg az illegális migránsoknak a megérkezését? A politikusok vajon akarnak, lehet, hogy akarnak illegális migránsokat a Németországban? És az én válaszom erre, hogy destabilizálni szeretnék Németországot csak annyira, mint az Európai Uniót. Köszönöm szépen. Az időhiány miatt szeretnék még két kérdést feltenni, és egy vagy mindkettőt is megválaszolhatják. Először is Európáról beszélve, ez egy nagyon fontos ügy. A kötelező migráns letelepítés és a szolidaritás nevében nagyon súlyos politikai vitákhoz vezetett, és kiváltott nagyon súlyos támadásokat Magyarországgal szemben az elmúlt években. Ez egy olyan ügy, ami most a napirenden van, vagy ez mindig van egy olyan politikai akarat Brüsszelben, hogy kötelezően szétossák a migránsokat a tagállamokban. És a második kérdésem pedig az, hogy mi volt ehhez képest különböző a Trump és a republikánus vezetés idejében. Ezzel kapcsolatban a második részére térnék rá először a kérdésre. Trump nagyon erősen kényszerítette ki az akaratát, ez szenvedélyes volt az ő politikája annak az érdekében, hogy ahelyett, hogy az embereket csak gyorsan és egy nagyon gyors módon feldolgozzák a kérelmeiket, és aztán elbocsássák az Egyesült Államokból, ehhez képest ő egy nagyon is biztos és stabil menedékkérelmi folyamatot szeretett volna létrehozni, ezt a mexikói hatóságokkal együtt tette meg, amelyek lehetővé tették az embereknek azt, hogy legális és megfelelő módon jelentkezhessenek menedékjogra, és aztán lépjenek be az Egyesült Államokban, hogyha megkapják azt. A Biden kormány azonban mindezt betiltottam, és befejezte mindezt a Trumpi kezdeményezést, úgyhogy ezért naponta tényleg emberek ezrei érkeznek, ez teljesen szó szerint kell érteni, a legutóbbi jelentés alapján 7700 feltartóztatást végeztek el a határvédők egy nap alatt, és ez tulajdonképpen csak egyharmada azoknak az embereknek, akik aztán egyharmada az, akiket megállítanak, a többi az belép. Úgyhogy tényleg azt kell mondanunk, hogy a határok azok kontrollálatlanok, óriási nagy kockázatot jelent ez az Egyesült Államokra nézve. Nagyon együttérzek Magyarországgal, amikor Magyarországon is hasonló dolgok történnek, az Európai Unió próbálja kényszeríteni az akaratát, nagyon dicsérem Magyarországot, amiért kiáll a szuverenitásáért, és azért a képességért, hogy képesek a saját céljaikért kiállni. És egész őszintén mondva, nem hiszem, hogy eléggé elismerjük ezt az országot, ezért nagyon sok esetben 2015-re vissza lehet térni nagyon sok esetben, hiszen 2015-ben Magyarország volt az, aki a Schengeni Egyezménynek megfelelően megvédte a külső határokat. Bárki idejött, nem mehetett csak úgy akárhova. Ez egy egyedülálló kihívás volt 2015-ben, ami ellen Magyarország fellépett, úgyhogy szeretnék ezért gratulálni Magyarországnak, és óriásian nagyon aggódok arra azzal kapcsolatban, amivel az Egyesült Államok szembenéz. Néhány nappal ezelőtt az Európai Parlament egy javaslatról szavazott, ami a migránsok és a bevándorlás szabályozásáról szólt, és a menedéki jogi kérelmek szabályozásáról. A bizottság egy szolidaritási mechanizmusot javasolt, az Európai Parlament az adózási, ezt a szabályozást úgy módosította, hogy ez kötelező jellegű legyen. Ez válsághelyzetben történt, tehát a parlament a bizottsági szöveget megváltoztatta annak érdekében, hogy ezek a migránsok szétosztása ezt kötelezővé tegye. Olaszország már nagyon régóta az egyik fő javaslója volt a kötelező elosztásnak. Ez viszont most már a jelenlegi olasz kormánnyal változni látszik. Ahogy hallottuk, valóban mi is ennek lettünk a szólói, mert azt gondoljuk, hogy az kötelező szétosztása a migránsoknak nem csak hogy igazságtalan azokra az országokra nézve, akik szenvedni fognak ettől, de ezek csapdát állítanak azoknak az országoknak a számára, akiknek profitálnia kellene ebből, például Olaszország. A legtöbb migráns, aki megérkezik Olaszországba, azok szeretnék, hogy tovább menni a többi más Európai Uniós országba, ahol nagyobb a gazdagság, nagy több a lehetőség. Hogyha Magyarország, Olaszország formálisan is kapujává válik annak, hogy Németországba, Franciaországba, Svédországba, vagy akár Lengyelországban, vagy Magyarországra tovább mehessenek ezek a migránsok, ez egy óriási, ahol mondjuk nagyobb a GDP, akkor ez egy nagyon nagy húzóerő lesz. Úgyhogy ez a megfelelő stratégia Olaszország számára az lenne, hogyha egy közös, hatékony és szigorú ellenőrzést vezetne be az Európai Unió külső határain, és hogyha egy átfogó és korlátozó felülvizsgálását végeznie ezeknek a szabályozásoknak. Nagyon támogatom az európai szolidaritást, ám nagyon erősen ellenzem ezt a menekültek szétoszlását, menedékkérők, illegális migránsok szétosztását az Európai Unión belül. Vannak szabályaink, szabályzataink a felelősségről, az országok felelősségéről az Európai Unión belül, és azt gondolom, hogy ezek a szabályok elegendők egyébként. Vannak Dublini szabályozásaink, szerződéseink, ami azt jelenti, hogy az ország felelős a menekültjeiért, a menedékkértőinkért, hogyha ez az első ország, ahova biztonságosan megérkezhet az adott migráns. Tehát azokról az országokról van szó, akiket az Európai Unió külső határa vesz körül. Szóval, hogyha van ilyen szétosztási program az Európai Unión belül, ez azt jelenteni, hogy azok az országok, akinek vannak külső határaik, nincsen szükség arra, hogy a házi feladatokat elvégezzék. Nincsen szükség egy erős határvédelemre, mert ezek az országok tovább küldhetik a migránsokat a többi országban ennek az szétosztási programnak köszönhetően. Szóval szerintem nagyon fontos az, hogy erős külső határaink legyenek, és hogyha erősek a külső határaink, akkor nincsen szükség szétosztási, elosztási programra. Nagyon szépen köszönöm. Ránéztem az órára, és szeretném, azt gondolom, hogy már csak egy kérdésre lesz időnk. Úgyhogy Mr. Maaßen el fogom kezdeni most, és aztán folytatjuk a többiekkel. Szóval alapvetően mit gondol arról, hogy a migrációnak mi lesz a szerepe a következő 2024-es választások során az Egyesült Államokban és az Európai Unióban? Milyen szerepet fog játszani a migrációs kérdés? Azt gondolom, hogy a politikusok nagy része szempontjából, főleg a baloldaliakról beszélek, ők nem szeretnének a migrációról beszélni, nem szeretnének a problémákról beszélni. A migráció nem probléma számukra. Szerintem ők nem fogják említeni a migrációt. Ugyanez volt a tapasztalat az én választási kampányom során 2 évvel ezelőtt. A baloldaliak, a zöldek nem akartak beszélni migrációról. Úgy tettek, mint hogyha ez nem lenne egy probléma. Szóval, hogyha ezt a problémát szeretnénk fel... Mi pedig hamarosan kapcsolunk majd vissza a CPAC-re. Most egy rövid szünet következik, és egyébként Szijjártó Péter beszéde következik majd. Tartsanak velünk továbbra is. Most folytatódik a CPAC Hungary 2023 műsor, a Pindroch Tamással és Szendrei Róberttel elemzünk itt a stúdióban, és az előző panelbeszélgetésben a migráció volt a téma, voltak erős mondatok, az egyik az volt, a migráció egyik tünete az USA-ban, hogy már mexikói kartellek ellenőrzik az USA déli határait. Ezt nem tudtuk a hírekből eddig. Drogkartellek. Tehát mondjuk ki, hogy a bűnözés egyik alapja az, hogy szabadon mehetnek át az Egyesült Államokba ezek a drogküldemények, és hát számtalan amerikai filmből ismerjük azt, hogy milyen pusztítást végez az amerikai társadalomban a drog, és erre példát is hozott az amerikai megszólaló itt a CPAC-en. Tehát a társadalom szövetét, az emberi kapcsolatokat, családokat tesz tönkre. Nem csak egyéni életeket tesz tönkre, hanem családokat tesz tönkre. És hogy a Biden kormány nem lép föl az illegális migráció ellen, ami kéz a kézben van ezzel a drogkartel terjeszkedéssel és az embercsempészettel. Egyébként az illegális migráció Európában is bűnözéssel jár. Ezt azért tegyük hozzá, és a társadalmi szövetek lebontásával Nyugat-Európában. Csak gondoljunk a no-go zónákra, a terrorveszélyre, ami Európában felütötte a fejét az elmúlt 10-15-20 évben. Tehát a bűnözés és a migráció, az illegális migráció kéz a kézben jár, és aki nem lép fel ellene, az a társadalom ellen politizál az Egyesült Államokban is. Tamás említett, hogy a társadalom szövetét is rombolja, roncsolja az illegális migráció, és az is elhangzott a panel beszélgetésben, hogy bizony problémát okoz, hatással van negatíve az iskolára, az egészségügyre. Bizony. Tehát el lehet azt mondani, hogy az élet minőségét egy társadalomnak rombolja? Igen, tehát a drog az egyik olyan eszköz, ami a sötét oldalnak, az ördögnek az egyik találmánya, ezért kell minden eszközzel például felépni a drog liberalizáció ellen, ami egy nagyon gonosz cselekedet a gyermekeinkkel, jövőnkkel, az egész társadalmunkkal szembe. És valóban az illegális migrációval mindig együtt jár az emberkereskedelem. És sokszor előkerül az, hogy keresztény emberként akkor most mi hogy állunk hozzá ez a migrációhoz, vagy kik is, hogyan is kell ezt hozzáállni. Ebben is egyébként a Szentírás minket világosan eligazít. A Tóra szavai világosan nekünk is mondanak, hogy mi a különbség a jövevény között, akit nekünk be kell fogadnunk, segítenünk kell, szeretnünk kell, és mi a különbség a között, aki minket meg akar hódítani. A jövevény ugyanis a mi kultúránkat, a mi szokásainkat, a mi jogainkat tiszteli, és velünk együtt él. Míg ilyen értelemben nem romboló. Nem romboló, hiszen ezért furcsa, amikor a magyarságra arról beszélnek, mi egy befogadó nemzet vagyunk, a hunoktól a hunokig tart az országunk egyik fele, a másik fele meg a keltáktól egészen a németekig. Tehát igazából szerintem ezért furcsa, és amit pedig mi megteszünk annak érdekében, mert ahogy az Isten elrendelte, mindenkinek van egy hazája, ahol a szülőföldjén kell neki boldogulnia, és nekünk azt kell tennünk, hogy ahogy a kormány programja teszi, a Hungary Health program, hogy ott segítünk, hogy ott tudjon maradni, hiszen tudunk ott segíteni, hogy ott tudjon hazába maradni, hiszen igazából ide, amikor ide érkezik, akkor gyökértelen, és nem ismeri a kultúrát, nem ismeri a nyelvet, és ebből számtalan konfliktus származik. Illetve van egy nagyon erős erkölcsi tudata, és itt Európában pedig szembesül azzal a teljes nihirizmussal, amire azt mondja, hogy hát ez micsoda, és ez bizony agressziót szül. És valahol valakiknek az a szándékaik, hogy a társadalomnak a szövétnekeit földépdessék, és egy forradalmi helyzetet teremtsen. Nem ismeretlen az a szó, az a forradalmi helyzet, azt gondolom. Hát talán Németországban lehet, hogy forradalmi helyzet van. Erős számok hangzottak el a panel beszélgetésben. Fölírtam magamnak, egy év alatt megkétszereződött Németországban az illegális migránsok száma, és azt is hozzátette valaki, hogy lehet, hogy destabilizálni akarják Németországot? Igen. Itt az a Német Alkotmányvédelmi Hivatal volt vezetője. Bocsánat, most meg kell szakítanunk az elemzést, mert már is kapcsolunk a Bálnába, ahol a CPAC Hungary konferencia zajlik. Feltételei nem adottak. A liberálisok és a progresszívek nem hajlandóak elviselni, hogyha valódi ellenvéleménnyel találkoznak, és a médiában is gyakran próbálják érvényesíteni ezt a gondolkodásmódot, és hogyha rajtuk múlna, akkor tulajdonképpen a velük egyetértő hangoknak nem is adnának teret. Egyre több európai és amerikai országban szűkül egyébként a szólásszabadság, és ez lesz a témája most következő kerekasztal beszélgetésünknek is. A színpadon fogadják nagyon sok szeretettel a Fidesz korábbi digitális igazgatóját, a Digitális Szuverenitás Központ alapító tulajdonosát, Dukász Magort és vendégeit. Jó napot kívánok! Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit a képernyőkön innen és túl. A szólásszabadság a mai beszélgetésünknek, a mai panelünknek a témája, de még mielőtt belevágnánk, egy pár szót szólnék én is arról, hogy miként látom a szólásszabadság helyzetét itt a nyugati térfélen, Európában és ezen belül Magyarországon. Hogyha a szólásszabadság kérdéskörét beszéljük, akkor szerintem ezt nem lehet manapság a közösségi médiának az erejétől elfüggetleníteni. Úgy lehet szerintem szólásszabadságról beszélni, hogyha arról a platformról beszélünk, ahol a legtöbb ember ma ki szeretné fejezni önmagát. Egy érdekes számmal kezdeném a mai beszélgetést. Ez egy nem is olyan régi századvéges kutatás. Azt kérdezték meg a válaszadóktól, hogy ha csak egyetlen egy forrást jelölhetnek meg, akkor mi az, amit ők közéleti politikai szempontból a leghitelesebb hírforrásnak tartanak. És a magyaroknak a 62%-a mondta azt, hogy az internet, és csupán a 27%-a mondta azt, hogy a televízió. Ez azért érdekes, mert 10 évvel ezelőtt ez pont a fordítottja volt, ma pedig tulajdonképpen minden áttevődött már a digitális térbe. Úgyhogy a szólásszabadság legfontosabb kérdése tulajdonképpen az, hogy szabadok vagyunk-e a közösségi médiában, szabadunk vagyunk-e a Facebookon, a TikTokon, a YouTube-on kifejezni önmagunkat, és ezzel tudunk-e sikert elérni. Így hangzik ez a kérdés, és az elmúlt években sajnos olyan hírek jöttek velünk szembe, amelyek nem túl bíztatóak e tekintetben. Nemrég kikerültek az Egyesült Államokban a Twitter aktáként elhíresült belső kommunikációs levelek, amelyből kiderült, hogy a Twitter szándékosan az elmúlt amerikai Egyesült Államokbeli választásokon a demokrata jelölt fiának a botrányos ügyét, azt szándékosan letekerték. Az erről szóló New York Post cikkeket törölték, letekerték az elérését, de ez nem az egyetlen példa. Tulajdonképpen a Facebookon áll is egy egészen egészen komoly, kiterjedt fact-checker, azaz tényellenőrző gárda szabja azt meg, hogy milyen információ terjenghet szabadon és mely nem. Ezt ráadásul azután állították fel, miután 2016-ban Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást. Akkor a baloldal azt a narratívát kezdte el építeni, hogy a közösségi médiának köszönhetően, sőt, pontosabban a közösségi médián terjedő álhíreknek köszönhetően nyerhette meg Trump a választást, és természetesen az összes jobboldali politikai véleményt az álhír kategóriába próbálták belepréselni, és ennek az apropóján ma is, sajnos itt Magyarországon is megeshet, hogy egy jobboldali vélemény mellé, hát jobb esetben egy kiigazítás érkezik, rosszabb esetben pedig oldaltiltásról beszélhetünk. És akkor sem védett az ember, hogyha amúgy magas politikai tisztséget tölt be, hogyha az Egyesült Államok elnökét el tudták távolítani ezekről a platformokról, akkor ki lehet biztonságban. Persze feltevődik a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mitévők legyünk. Van egy pár opció, ne használjunk közösségi médiát, hozzunk létre saját platformokat, vagy esetleg avatkozzon be, vagy európai szinten, vagy hazai szinten a kormány ezekbe a folyamatokba, és védje meg az állampolgároknak a szólásszabadsághoz való jogát. Most az összes opció az összes opció érdekes, és a beszélgetésünk az pont erről fog szólni, de elmondanám előre, hogy melyik az, amiben én leginkább hiszek. Ez egy nagyon komoly vita volt pár évvel ezelőtt, amikor még digitális igazgatója voltam a Fidesznek, hogy milyen irányba menjünk, hogyan döntsünk, maradjunk vagy nem maradjunk a közösségi médiában. És akkor ezeket a számokat is ismerve úgy döntöttünk, hogy nincs más választás. Amikor a magyarok úgy döntöttek, hogy egymással ezeken az eszközökön keresztül szeretnének kommunikálni, amikor a napi kapcsolattartás, a barátkodás, ismerkedés, programszervezés és többek között amúgy persze a politikai véleményformálás is ebben a digitális térben történik, akkor egyetlen hozzáállás lehet az, amit mi vallunk, mégpedig az, hogy nekünk itt maradnunk kell, harcolnunk kell és ügyesnek kell lennünk. Persze az összes kihívás közül nem az egyetlen a liberális moderátoroknak a beavatkozása. Vannak ezen kívül más kihívások is, de szerencsére ezek kiismerhetőek. Például az, hogy hogyan működnek az algoritmusok, mennyire vagyunk képesek eljutni emberekhez, de a jó hír ezzel kapcsolatban az, hogy az algoritmusok kiismerhetőek, és hogyha valaki beletesz abba egy csomó időt, energiát, erőfeszítést, hogy kiismerje ezeknek az új platformoknak a működését, akkor véleményem szerint a közösségi médiában nem csak veszély van, hanem lehetőség is. Lehetőség, amit a jobb oldal amúgy megragadott. Az előző választási ciklus előtt megragadták a Fidesznek a politikusai, de megragadták azok a remek jobboldali kezdeményezések is, mint amilyen például a Megafon, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a jobboldaliak hallgatását meg fogja törni, jól elkészített tartalmakkal, hálózatba szervezett működéssel, véleményvezérekkel meg fogják törni ezt a hallgatást, és ez látszólag sikerült is. Egyelőre. De az a helyzet, hogy ez a tér ez nagyon gyakran változik. És hogyha mi a mi szólásszabadságunkért ki szeretnénk állni, és azt meg szeretnénk védeni, arra két módot kell válasszunk. Az egyik az az, hogy érjük el minden áron azt, hogy a szabadságunk megmaradjon ezeken a platformokon is, a másik pedig az az, hogy tanuljuk ki ezeknek a működését olyan mértékben, hogy mindig egy lépéssel előtte legyünk a versenytársainknak. És hogyha ez megtörténik, akkor hirtelen nem veszély lesz ez számunkra, hanem lehetőség, és ennek az apropóján, ha megengedik nekem, akkor váltanék is angol nyelvre, és hadd mutassam be önöknek a mai beszélgetésnek a szereplőit. Kérem, fogadják nagy szeretettel Évát, aki Hollandiából érkezik, politikai kommentátor és egy vezető filozófus. Üdvözöljük Tim Constantine-t az Egyesült Államokból, aki a Washington Times újságírója, és egyébként a Capitol Hill Show műsorvezetője. És üdvözöljük Josh Hammert, szintén az Egyesült Államokból, aki a Josh Hammer Show műsorvezetője. Nos, az első kérdésem Hozzátok a következő. Önökhöz mit gondolnak? Most rövid szünet következik, aztán hamarosan jövünk vissza, folytatódik a CPAC Hungary 2023 műsora. Tartsanak velünk ezután is. A következő reklámblokk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Lenyomjuk az árakat csütörtöktől. Bombáron klapkárdal az Oops toalettpapír 3299 forint, a Friskiz macska eledel 1399 forint. Több mint 1000 klapkárdal olcsóbb ajánlattal várunk minden héten. Tesco. Bebotlottam egy földbolygóban. A semmiből ott termett egy kanyar. Gondoltam, hogy meglepem egy vacsorával. És már mentem is tovább. De azért körbetekertük a tavat. Végül elvitt vacsorázni. A betadinoldat elpusztítja a legtöbb sebb körüli kórokozót. Betadin, nincs megállás. Keresse az akciós betadinoldatot a Benu gyógyszertárakban és online. Mi tart mozgásban? Az egészséges, rugalmas izületek. Ezért választottam a béres porcerű hiagó kapszulát, amely hialuronsavat, ördögcsákját és C-vitamin tartalmaz. Tegyen izületei egészségéért és rugalmasságáért napi egy porcerű hiagó kapszulával. Béres porcerű, a piacvezető porckészítmény. Minden porcerű akcióban. Keresse 20% kedvezménnyel a kijelölt patikákban. Köszöntjük az édesanyákat fantasztikus Aldi áron. Lepje meg őket az Aldi ajándékötleteivel. A korallvirág csak 1299, az anyák napi mini orhidea csak 2699, a kicsi anyák napi csokor csak 1699 forint. Mindig Aldi. Gondoskodni azokról, akik a legfontosabbak, a legnagyobb öröm. A Bepanthen Baby segít nekem ebben. Hidratáltan tartja az érzékeny babapopsit, miközben légáteresztő védőréteget képezve óvja a kipírosodástól, hogy számukra nappal a felfedezés, éjjel az alvás öröme maradjon. Jó kezekben a babapopsi, veled és a Bepanthen Babyvel. Ezeket az egzotikus állatokat most bárki hazaviheti. 10 hűségponttal és pelikártyával csak 1599 forintért. Végeztünk? A 799 forintos Szovjetszkoj Jepesgő 2. A penikártyával 3999 forintos Tomi mosószerek 8 extra pontot érnek. Penny egyszerűen okosabb. Javában zajlik a felkészülés az Egyesült Királyságban a koronázási szertartásra. Károly király avatása a Szigetország egyik legjelentősebb ünnepe lesz, hiszen legutóbb 1953-ban volt ilyen esemény. Minden radarban foglalkozunk az előkészületekkel, valamint műsorainkban érdekes és izgalmas riportokat láthatnak a királyi családról. A Hírtelevízió pedig május 6-án szombaton egésznapos maratoni élőműsor folyammal készül a koronázásra. Radar ma, 17 óra 30 perc, Hír TV. Mindenki megtett mindent, de mi csak a kereteket biztosítjuk. Ahhoz, hogy ez a látogatás ez így sikerült, ehhez kellett a Szentatyának a karizmája, és mindenkelőtt a Szentlélek. És a Szentlélek tapintható volt ebben a 3 napban. És a Szentatyának a tanítása olyan mértékben elérte az egész magyar társadalmat, hogy látható volt az a lelki megújulás, amely egyébként nagyon sokat jelent az egész nemzetnek lelkileg, és egyébként Magyarországnak is egy óriási megerősítést és büszkeséget jelent. Bajer Show. Vasárnap 21 óra 10 perc. Hír TV. Köszöntöm Önöket, folytatódik a CPAC Hungary 2023 adása. Pindroch Tamással és Szendrei Róberttel elemzünk itt a stúdióban, és hát a migráció a világban, erről beszélgettünk, és volt egy erős adatunk, egy év alatt megkétszereződött Németországban az illegális migránsok száma, és nincs politikai akarat ennek megállítására. Erről szólt az iménti beszélgetés. Destabilizálni akarják Németországot? Igen, az élő műsor varázsa. Az első mondatom mindjárt véget is ért az előző bejelentkezésnél. Igen, destabilizálni szeretnék Németországot a baloldali erők. Erre az Alkotmányvédelmi Hivatal, az ottani titkos szolgálat volt vezetőjétől hallottunk információkat, aki Hans-Georg Maaßen, aki az iménti panelbeszélgetésnek volt az egyik résztvevője. Destabilizálni szeretnék Németországot, mert Németország nem lehet nemzetállam, ne legyen nemzetállam. A német politikai elit, a baloldali elit Németországban egy bűntudatot terjeszt, mindenben meg akar felelni az Amerikai Egyesült Államok progresszív vezetésének szándékainak. Minden geopolitikai döntésüket támogatja, látjuk az ukrán-orosz háború fegyverszállítások ügyében, de a vegyes társadalom ügyében is. Tehát látható, hogy Németország egyfajta vezető ereje annak, ami ellen mi küzdünk. Sajnos, mert hogyha ők a mi oldalunkon lennének, és most már látjuk, hogy vannak józan gondolkodók, emberek is Németországban. Tehát ha ők a mi oldalunkon lennének, Európa nem lenne ekkora bajban. 2024-ben befolyásolhatja-e mind az Egyesült Államok beli választásokat, mind pedig itt az Európai Uniós választásokat a migrációk kérdése? Ugye ez is felvetődött itt nem olyan régen. Nagyon könnyen, hiszen igazából lehet látni, hogy a baloldal nem tud nyerni, nem tudja feltétlenül meggyőzni a szavazókat arról, hogy rászavazzanak, és ők plusz szavazókat hoznak maguknak, hiszen azok az emberek ezért is nem csak arra törekszenek, hogy minél nagyobb számban érkezzenek be illegális migránsok Európa az Unió területére, az egyes országokba, tagállamokba, hanem arra is törekszenek, hogy szavazati jogot kapjanak az illegális migránsok egy idő után, és ezzel gyakorlatilag úgy először a baloldali pártokat fogják erősíteni. De van egy nagyon rossz gondolkodásuk, mert amikor magukra fognak találni, akkor rá fognak arra jönni, hogy ők maguk is képesek akár egy saját pártot alapítani, és alapvetően nem áll messze az a helyzet, amikor mondjuk lesz két Franciaország, az egyik az egy kalifátus. Igen, és nem kizárt, hogy lesz két Franciaország, egyik egy kalifátus lesz. Tehát amit a Martel Károly 732-ben megakadályozott, az most elindul. És amikor erről beszélünk, akkor világosan az európai értékeinket, az európai jövőinket nézzük, és akkor megint egy összefüggést, hogyha feltárunk, nem születnek gyerekek, nem születnek nekünk, nem születnek, egy családellenes az egész woke mozgalom, az egész gondolkodás. Náluk, mivel hogy több nejűség van, 8-10 gyerek is születik akár egy családban. És kérdezem, mi lesz akkor a jövőben? És hát egyébként erre csatlakozva, tegnap hangzott el a tegnapi konferencián egy beszédben egy amerikai hölgy, aki egyébként a Trump adminisztrációnak dolgozott, jelezte azt, hogy van egy ilyen abortusz ellenes kezdeményezés, amelynek most Budapesten van az irodája, és ahogy Biden hatalomba került, egyből felmondták ezt a szerződést, tehát nem akarják megvédeni az amerikai családokat, vagy felvilágosítást adni az amerikai nőknek, hogy milyen prevenciók vannak. Igen, tehát ez a másik nagyon fontos, az élethez való jog. Nagyon sokat beszéltek arról, és ezt is meg tudjuk fogalmazni, hogy van először az életnek a kultúrája. Erről II. János Pál is beszélt, van az életkultúrája. A Mózes könyve is mondja, hogy elétárom az életet és a halált, az áldást és az átkot, te inkább válaszd az életet. Tehát az életkultúrájával szemben áll a halálkultúrája. Magyarországon is gyakorlatilag 8-10 millió csecsemő, magzat gyermek halt meg az abortuszba. Nem születtek meg óriási tehetségek. Tehát óriási fájdalom ez nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy az abortusszal szemben, és igen, oda kell hajolni a megesett hölgyekhez, kell őket segíteni, és el kell nekik mondani, hogy van óriási lehetőség, örökbe lehet adni azt a gyermeket. Vagy olyan gondoskodási rendszereket felépíteni, hogy megmeneküljön az élet. Tehát, hogy az élet maradjon meg. Az élet maradjon meg, az élet mindenek felett. Ez nagyon fontos, az elmúlt 13 év magyar politikája, családpolitikája elérte, hogy úgy csökkent az abortuszok száma 40%-kal, hogy az abortuszról szóló törvényt nem módosították. És ez hatalmas eredmény. Az Egyesült Államokban társadalmi feszültség van az abortuszpártiak és az abortusz ellenesek között. Ez szinte egy forradalmi helyzet. A vezető politikai ügy az Egyesült Államokban ez a téma. Magyarországon a családpolitika az első, a magyarok szeretik a gyerekeket, szeretik a családalapítást, a házasságot, tehát a házasságok száma is nőtt az elmúlt 13 évben, ellenkező volt az előző időszak számaival, amikor a szocialisták kormányoztak, akkor egy családpolitikai válság is volt 2010-ben. Tehát társadalmi feszültségeket kódolnak mindenhová. Az új társadalmi feszültség, az a genderizmus és a migráció lenne, hogyha a szocialisták, vagy a baloldal, vagy nem tudom minek nevezzük itthon már őket, ők kerültek volna hatalomra, mert támogatták volna az illegális migrációt, lebontották volna a kerítést, és családellenes politikát hajtottak volna végre, ahogy már megcsinálták ezt 2002 és 2010 között. Most elmegyünk egy rövid szünetre, aztán folytatódik a CPAC Hungary 2023 adása, tartsanak velünk továbbra is. Most folytatódik a CPAC Hungary 2023 műsora. Kerry Lake, arizóniai republikánus jelöltről már beszéltünk ebben az adásban. Ugye ő mondta azt, hogy Arizonában szeretnének egy olyan világot teremteni, amit itt Magyarországon, Budapesten látnak. Most hallgassuk őt, hogy mit mondott. Fantasztikus mozgalmat indítottunk, nagyon jó dolgokat tettünk annak érdekében, hogy a családokat megerősítsük. Nagyon hasonlóan ahhoz, amit itt is tesznek Magyarországon, hogy a családok képesek legyenek arra, hogy dolgozzanak és felneveljék a gyermekeiket, és egészséges környezetet teremtsenek, és olyan iskolázatságot, ahol a gyermekeket nem akarják átnevelni, hanem olyan gyermekeket nevelnek, akik önállóak és hozzájárulnak majd a társadalomhoz felnőve. A családpolitikát említette Kerry Lake, ami minta az Egyesült Államok számára. Kicsit talán beszéljünk arról, hogy mi a különbség most Magyarország és az USA között családpolitika szempontjából, amiért ők vágynak arra, ami nálunk van most. Hát az Egyesült Államok is az elmúlt 30-40-50 évben azért egy normális társadalom volt. Több gyerekkel, Kerry Lake is beszélt róla, hogy ő is egy nagy családnak a tagja. 8 testvére volt, 8-an voltak testvérek, és egy egyszerű családból származik, ahonnan van felfelé vezető út az oktatáson keresztül. Mindenki válhat valamivé. Az a családpolitikának ez is az egyik alapja. Tehát, hogy a családokat támogatjuk, minél több gyerek van ott egy családban. Ha 4 gyermekes egy családanya, akkor nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Ez egyébként unikális, ilyen nincs máshol, csak Magyarországon. Ez egy követendő példa, szerintem a világon bárhol. Tehát az alapja a családpolitikának a biztonság, hogy az emberek, a családok biztonságban tudják magukat az oktatáson keresztül, és a közbiztonság is, hogy ne érezzék magukat veszélyben. És ugye már, hogyha már erről beszélünk, hogy közbiztonság, már a migrációról is beszélünk, az illegális migrációról, a köztörvényes bűncselekményekről, a drogról. Mindennek alapja a családpolitika, és az, hogy biztonság legyen. Mindenből következik az, hogy Magyarország egy független állam, és magyar családok függetlenek, támogatást kapnak az államtól, hogy a gyermekek, a következő generációk, és itt már a demográfiára is kitérhetünk, a következő generációk függetlenül tudják vezetni ezt az országot bármilyen behatástól, és ez a jobb oldalnak, a magyar jobb oldalnak, a konzervatív oldalnak az erőssége, hogy mi nem várunk arra, hogy Amerikából küldjenek dollárokat, mert a baloldal erre vár, hogy megfeleljünk nekik, hogy azt a politikát végezzük, azt a progresszív politikát, amit ők akarnak. Nem, nekünk saját gondolataink vannak, és meg akarjuk őrizni Magyarország szuverenitását. A családpolitikának ez is a lényege. Erről nem beszélünk sokat, de ez így van. Róbert, milyen állapotban vannak az amerikai családok? Az amerikai családok jelenleg a konzervatív és keresztény részeken úgy élnek, ahogy mi is élünk. De nekik az a nehézségük van, hogy jelenleg egy olyan kormányzat van, aki gyakorlatilag a gyerekeiket más elvek alapján akarja nevelni. Fenyegeti. Például nagyon sok helyen az iskolában nem lehet imádkozni, levetetik a kereszteket, nem lehet vallási szimbólumokkal élni, és elindult igazából a hagyományos keresztény Amerikának a felszámolása. És nálunk pedig egy ellentétes folyamat zajlik le 2010 óta. Igazából azt látjuk, hogy a keresztény értékek válnak praktikus valósága a társadalomban. Tehát ők valahonnan távolodnak el és mi pedig megyünk valamifele, ami nagyon pozitív. És a társadalom alapegységes szövétnek a család. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, de most kapcsolunk vissza a CPAC Hungary konferenciára, ahol Gerolf Annemans, az ID Foundation elnöke, a belga Vlaams Belang EP képviselője fog beszélni. Pedig az Európai Parlamentben is képviseli a konzervatív értékeket. Hölgyeim és uraim, Isten hozta Magyarországon Gerolf Annemanst. Dear friends, kedves barátaim, kedves harcostársaim! Először is Szántó Miklósnak szeretnék köszönetet mondani, és az Alapjogokért Központnak, hogy ide hívtak engem, és az Identitás és Demokrácia Európai Politikai Párt képviseletében megjelenhettem a konzervatívok legnagyobb világméretű eseményen. Aki múlt évben is itt volt, és aki idén is fog önökhöz videóban szólni, a kollégám, aki minden lehetséges politikai szolgálatot ellátott 2019 óta a legnagyobb politikai párt képviseletében, ugye a lehetetlen belga királyság, van, és hát úgy gondolom, hogy semmiféle kétség nem férhet ahhoz, hogy a nemzeti delegációk, az ID párt nemzeti delegációi közül vannak itt néhányan, de vannak olyanok, például Marine Le Pen, Jordan Bardella, Franciaból, Matteo Salvini Olaszországból, Herbert Kickl Ausztriából, Geert Hiddeveld Hollandiából, Tomio Okamura Cseh köztársaságból, André Ventura Portugáliából, és Martin Helme Észtországból, mindannyian bátorításukat és üdvözletüket küldjük ide a CPAC-re Budapesten. Úgy gondoljuk, hogy az itteni networking, hálózatépítés, azt nem lehet túlbecsülni ennek fontosságát, a nyugati identitás és a nyugati civilizáció léte forog kockán. Akár megengedjük az ellenfeleinknek, hogy tovább alázzanak minket a globalizáció útján és a multilateralizmus útján, vagy ez van, vagy pedig eldöntjük, hogy ellenállunk. És ha úgy döntünk, hogy harcolunk, ellenállunk, akkor még nem késő. Egy feltétellel, akkor, ha egységesek vagyunk, és nem pedig megosztottak. Ezt az utat, az ellenállás útját csak akkor lehet hatékonyan tenni, ha ezt együtt csináljuk, hiszen az ellenfeleink, ez a multipoláris hadserege az új liberalizmusnak, ez egész egyszerűen pusztító. De mint ahogy Patrick J. Deneen nagyon brilliánsan leírta a könyvében, hogy miért is bukott el a liberalizmus, hát a klasszikus liberalizmusból progresszivizmus lett és kisiklott. Lehetővé tette, hogy az állam egy virágzó társadalom gyümölcseit úgy arassa le, hogy a családot és az emberi szexualitást és az emberi nemeket is tagadja. Hát természetesen ilyen fajta mozgalmakat és ilyen fajta finanszírozást, amivel szembe kell néznünk, akár az Európai Unióban is, ez elképesztő. Hiszen a liberalizmusnak az volt a dolga, hogy megvédje a szabadságjogokat, a szólásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot, a vallásszabadságot. Ezek lettek volna a dolga, és ez teljes mértékben kompromittálta az a kormányzati tevékenység, amely az élet minden területén megjelent, elsősorban az Európai Unióban. Szinte minden olyan ígéret, amelyet az Európai Unió alapító atyai, vagy bocsánat, a liberalizmus alapító atyai tettek, minden ilyen ígéret dugába dőlt és sútba vágásra került, és egy nagyon nemrég megjelent könyvben le is írja, hogy rendszerváltásra van szükség, a liberalizmus megbukott, éppen ezért barátaink, vegyük át a hatalmat. És engedjék meg, hogy itt elmondjam 2024 fontosságát és jelentőségét. Hiszen nagyon sokan ismerik azt a történetet, ami a görög mitológiában van, amikor Európa, aki egyébként Agenor leánya volt, aki egy lélegzet elállító szépség volt, és amikor a legfőbb isten Zeus meglátta őt, azonnal beleszeretett, és Hermészt arra kérte Hermészt, hogy vezesse oda arra a tengerpartra, ahol Európa szeretett nagyon sétálni apja tehenével. És ezért Zeus egy nagyon csodálatos fehér bikává változtatta magát, és annyira megnyerő volt, hogy Európa ráült erre a bikára, és akkor bika elúszott Európával egy távoli szigetre, és akkor jött csak rá Európa, hogy mi történt vele, de továbbra is el volt varázsolva, és akkor borzalmas módon megerőszakolta ez a bika, az a Zeus Európát, és hát a történet többi részét olvashatjuk, a görög mitológiában nagyon rosszul végződött a dolog, méghozzá egy másik csúnya történettel, a Minotaurus történetével együtt. Azért meséltem ezt a történetet, mert rá kell jönni, hogy a görög mitológia az egy metafora arra, hogy mi történt arra azzal a gyönyörű álommal, ami az európai kontinens tagállamainak együttműködéséről szólt volna az Európai Unió. Ezt a gyönyörű álmot egy bürokratikus elit megerőszakolta. Mint ahogy ezt nagyon sokan tudjátok, különösen magyar barátaink tudják, az európai kontinensen az együttműködés az úgynevezett Maastrichti szerződés óta már nem szabad nemzetek szabad társulása és szövetsége, hanem egy új birodalom kiépülése folyik. Éppen ezért nagyon fontos felhívni mindenki figyelmét a jövő évi választásokra, amikor egy új európai parlament kerül megválasztásra júniusban. A közös céljaink fontossága, hogy mi fog akkor majd történni az európai kontinensen, ez alapvető fontosságú mindannyiunk számára, mert amire leginkább szükségünk van, az az, hogy megvédjük a szabad nyugatot, illetve demokráciák a harmadik évezredben, mert ez a demokrácia valóban a halálos ágyán van ezen a kontinensen. És a demokrácia hanyatlása szimbolikusan, de nagyon jól látható abban az epicentrumban, ahol a multikulturalizmus az egyik ami leginkább megmutatkozik az Európai Unióban, Brüsszelben és az Európai Parlamentben. Nos, azok, akik úgy gondolták, és én is ezek közül való voltam, hogy az Európai Unió központosító stratégiája le fog lassulni a Brexit után, de ehhez mit láttunk, hogy az Európai Unió óriási nagy fanatizmussal tovább haladt előre abba az irányba, hogy egy európai birodalmat építsen ki. Én nem fogok annyira odáig menni, mint szeretett Boris Johnsonunk és Winston Churchill, aki az ő ikonja volt. Szóval a náci Németországot és annak erőfeszítését hasonlította az Európai Unióhoz, azt mondta, hogy annak egy gonosz kiadása. De az új liberalizmus, ami az elmúlt években elképesztő módon terjeszkedik, elsősorban az éghajlatvallás alapján, illetve egy olyan többség által tolva, amely kommunisták, zöldek, szocialisták, úgynevezett liberálisok, és sajnálatos módon még néha progresszív kereszténydemokraták egyvelege ez. Az következő Európai Parlament nem csak Magyarország jövőjéről fog dönteni, hanem az egész kontinenséről. Vajon ez a kontinens rabszolgaságba süllyed-e, és valóban egy ilyen bátor új világ lesz, vagy 2024-ben végre nyerni fogunk? Nos, a válasz a mi kezünkben van. Lépjünk fel együtt, legyünk egységesek, és változtassuk meg a rezsimet. Köszönöm a figyelmüket! Hello, my Hungarian friends. My name is Eduardo Bolsonaro. I'm a lawyer, federal police officer, and nowadays a federal congressman. I'm also the son of the President Jair Bolsonaro. First of all, I apologize for not attending in person, but I have been appointed by my party to be a member of an important parliamentary investigation committee. In this brief message, I would like to tell you that the distance between Brazil and Hungary is merely territorial, as our thoughts unite us. The demonization that they make of your excellent Prime Minister Viktor Orban is the same as they make of my father Jair Bolsonaro and my family. All just because we do not surrender to the narratives and lies of the left that does everything to take the power, having even killed more than 100 million people in just one century where it passed. That's more than all of the pandemics, hurricanes, earthquakes, natural disasters and wars ever recorded in the human history combined. Even the assassination attempt that my father suffered during the 2018 election campaign was made by a former member of the Socialism and Freedom Party, who stabbed 6 inches into my father's belly and nearly killed him. The videos are on the internet for anyone who wants to see. About communism, I even have a bill in the Congress that criminalizes Nazism and communism, which proposal I presented in September 1st, mentioning the double invasion of the Poland on September 1st of 1939, which marked the official beginning of the World War II. As a people that not only lived through the Second World War, but also experienced a left-wing dictatorship, know that the Hungarian people are an example for the free world. I subtitled by my own the Viktor Orban's speech at CPAC Hungary in 2022 into Portuguese, and I presented at CPAC Brazil last year the presentation Hungary, Example for the World. It was a copy and paste of Viktor Orban's speech, exposing 12 points of success in the fight against communism. The left, realizing that we are increasingly connected and going to the root of the problem created mainly by the Italian philosopher Antonio Gramsci and the theorists of the Frankfurt School such as Max Horkheimer, Theodor Adorno and Herbert Marcuse, passing through the American Sawalinsky and here in Brazil by Paulo Freire, the left tries to separate us, to isolate us. For that, they curse us with everything. Nazist, fascist, racist, or even create words like homophobic. It matters little that, for example, President Bolsonaro reduced murders in Brazil by 1/3, certainly including blacks and gays, or even that they made this access to firearms more flexible so that even minorities could exercise self-defense. The hateful and intolerant leftists want power. It doesn't matter the reality they live. I could also talk about how Brazil with President Bolsonaro privatized large state-owned companies by reducing corruption and making these companies target profit records just by appointing good and non-corrupt managers to manage them. For the first time in history, Brazil had lower inflation than the United States and Germany. But this is for a later conversation. Hungary and Brazil are not alone in this fight. We have friends in Portugal, Spain, Italy, United States, Argentina, Chile, Peru, Mexico, Uruguay, Paraguay, and several other countries, because what we want is just to have a normal life, spend Christmas with the family, have a job, freedom to seek happiness, while the left wants to control us and destroy everything we love. You can be sure that it's not an easy fight, but the other path, which would be to live accepting dictatorial orders and living in disagreement with what we believe, is not an option. So let's fight back, but united, always remembering a phrase attributed to Thomas Jefferson, one of the founding fathers of America. The price of the freedom is the eternal vigilance. Thank you very much, Michaelos, for this opportunity, and once again I apologize to don't be again in the wonderful Budapest with you. And I always have to thank from ACU, Matt and Mercedes Lepp, this beautiful couple that provide to us all of these great connections where we learn with each other. Thank you very, very much from the deep of my heart. God bless you all, my friends. Hope see you soon. Most következő előadónkkal többször is volt szerencsém már interjút készíteni. Képzeljék el, hogy ő az az ember, aki egy adott napon belül több országban is képes megfordulni. Nem viccelek, lehet, hogy Szófiában ébred, Aztán már Szingapurban vacsorázik, és már indul is tovább Isztambulba, szóval kevesen bírják azt a tempót, amit a sportos, fáradhatatlan politikus külügyminiszterként diktál. Szinte állandóan úton van, hogy Magyarország érdekeit képviselje, rajong a hazájáért. És ha ez még nem lenne elég, kellő mennyiségű humorral és kemény munkával rendszeresen helyreigazítja a nyugati balliberális média munkásokat. Megtiszteltetés, hogy felkonferálhatom, hölgyeim és uraim, a CPAC Hungary színpadán Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Good afternoon to all of you! Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő fogadtatást. Miklósnak komoly szervező munkája lehetett benne. Köszönöm, rendes vagy. Érdemeimen felül van. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Miklós, köszönöm szépen, hogy az idei esztendőben is lehetőséget biztosítotok nekem arra, hogy itt a CPAC-en a közönség elé állhassak. Szép számmal nem csak, hogy meghívtatok külföldi vendégeket, hanem ők el is fogadták a meghívásotokat, ami mutatja a CPAC Hungary létjogosultságát, amihez gratulálok nektek. Ugye azok a vendégek, akik elfogadták a meghívást erre a rendezvényre, azok egy közepes méretű, szárazföld által körülölelt közép-európai országba jöttek, ahol kicsit több mint 90 000 négyzetkilométeren, kicsit kevesebb, mint 10 millióan élünk. Úgy, hogy az elmúlt években, mondhatnám most már azt is, hogy több mint egy évtizede, a nemzetközi liberális mainstream elementáris és koncentrált támadásával nézünk szembe nap mint nap. De dacára ennek a folyamatos, koncentrált és elementáris támadás sorozatnak mi még mindig itt vagyunk, és túl azon, hogy itt vagyunk, sikeresek is vagyunk, és ez annak a jogos igénynek ad táptalajt, hogy adjunk választ arra a kérdésre, hogy mégis ez hogyan lehetséges. Hát ez úgy lehetséges, kedves barátaim, hogy mi itt Magyarországon minden nyomásgyakorlás ellenére megőriztük a szuverenitásunkat. Minden válságból erősebben jöttünk ki, mint ahogyan belementünk. És ez is felveti a kérdést, hogy mégis hogyan sikerülhetett. Hát úgy, hogy mi soha nem vettük figyelembe a nemzetközi liberális mainstream diktátumait, soha nem a nemzetközi liberális mainstream elvárásai alapján állítottuk össze a válaszainkat a válságokra, minden egyes esetben ragaszkodtunk a szuverenitásunkhoz, minden nehéz kérdésre magyar választ adtunk, és minden magyar válasz a magyar érdekek alapján jött létre. Mert kedves barátaim, emlékezzünk csak rá, hogy is volt ez a globális pénzügyi válság idején. Hatalmas volt rajtunk a nyomás, de mi hazaküldtük az IMF-et. A progresszív adót megszüntettük, bevezettük a flat taxet, munkaalapú társadalmat kezdtünk építeni, és elértük, hogy ma minden magyar, aki dolgozni akar, az tud is. Hogy volt ez a migrációs válságkor? Miközben hatalmas nyomást raktak ránk annak érdekében, hogy mindenkit engedjünk be válogatás nélkül, elvárták tőlünk, hogy tűrjük el, hogy megsértik mindenfajta jogalap nélkül a határainkat, elvárták tőlünk, hogy tűrjük el, hogy akik idejöttek erőszakkal, azok mindenfajta tisztelet nélkül viszonyuljanak hozzánk, a közösségeinkhez, az életünkhöz, a szabályainkhoz. Elvárták tőlünk, hogy eltűrjük, hogy elfoglalják a közterületeinket, és elvárták tőlünk azt is, hogy elnézzük, hogy terroristák bújhatnak meg az illegális migrációs hullámokban. Mi mit tettünk? Nem engedtünk a nemzetközi liberális mainstream diktátumainak, szuverén döntést hoztunk, kerítést építettünk, megszerveztük a határvédelmet, megvédtük a határunkat, elgáncsoltuk a kötelező letelepítési kvótát, és Magyarország maradt. De hogy volt ez? Hogy volt ez a világjárvány alatt? A nemzetközi liberális mainstream azt akarta, hogy mi az emberek életének megmentéséből ideológiai kérdést csináljunk. Nem tettünk, nem engedtünk nekik, amíg Brüsszelből SMS-ben alkudoztak a vakcinák megszerzéséről, nem csoda, hogy késtek, addig mi valódi oltóanyagot vásároltunk, megmentettük az emberek életét, és elsőként tudtuk újra nyitni Magyarországot. És hogy volt ez a világjárvány nyomán előállt világgazdasági válságkor? Mindenki azt akarta, hogy fogadjuk el, hogy úgyis tömeges lesz a munkanélküliség, úgyis el fogják veszíteni a munkájukat az emberek, de mi ezt nem fogadtuk el. Minden idők egyik legnagyobb beruházás támogatási programját raktuk össze, szuverén módon, nemzeti alapon, és a világjárvány után többen dolgoztak Magyarországon, mint előtte. És hogy van ez most, kedves barátaim, hogy van ez most, amikor háború van a szomszédban? Hát ez úgy van, hogy a transatlanti világ háborús pszichózisban szenved. Úgy van ez, hogy a háborús retorika sokkal hangosabb, mint a béke hangja. És aki a béke mellett szólal meg, az a nemzetközi liberális mainstream megbélyegzései közül háromból választhat. Vagy orosz kém, vagy Putyin barátja, vagy a Kreml propagandistája. Ebből a három megbélyegzésből lehet választani. És közben mi történik? Brüsszel a háborúra adott válaszaival tönkreteszi Európát, tönkreteszi az európai gazdaságot. Mert mi történik Amerikában? Elfogadták az infláció csökkentéséről szóló törvényt, amely egy olyan jogszabály, amely jó minden amerikai vállalatnak. Mi történt Európában? 10 szankciós csomagot fogadtak el Brüsszelben, amely rossz minden európai vállalatnak. Tehát miközben olyan válaszok születtek, ami jó az amerikai vállalatoknak, olyan válaszok születtek, ami rossz az európai vállalatoknak. Milyen európai versenyképességről beszélhetünk így a jövőben? Ugye mi normális emberek úgy vagyunk, hogyha 10-szer kudarccal szembesülünk valamilyen cselekedetünk nyomán, 11-szer ugyanazt már valószínűleg nem követjük el. De Brüsszelben nem úgy gondolkodnak, mint a normális emberek. Ott úgy gondolkodnak, hogy ha valamit 10-szer elrontottak, akkor neki futnak 11-szer is, hát ha még nagyobb lesz a baj. És most ez történik, a 11. szankciós csomagról tárgyalnak Brüsszelben. És miközben, kedves barátaim, a szomszédunkban itt háború dúl, aközben az európai szintéren megindult egy harc. Megindult ugyanis egy progresszív nyomulás a külpolitika terén. Mi is a progresszív külpolitika? A progresszív külpolitika azt jelenti, hogy megsemmisítik a szuverén nemzeti külpolitikákat. És hogy mennyire akut ez a veszély, kedves barátaim, azt mutatja az a tény, hogy a tegnapi napon létre is jött ennek a progresszív külpolitikai nyomulásnak az első struktúrája, az első látható szervezete. 9 ország hozta létre azt a csoportot tegnap, amelynek deklarált célja, hogy az egyhangúságot kivezessék az európai külpolitikai döntéshozatalból, jöjjön a többség dönt elve, ami természetesen nem mást jelent, mint hogy a nemzeti érdekeknek annyi. Nos, kedves barátaim, ezt a progresszív külpolitikai harcot nem más indította meg, mint Németország. Az a német külpolitika, amely teljes mértékben elvesztette a stabilitását. Az a német külpolitika, amely minden tisztelettel a kolléganő iránt kiszámíthatatlanná, össze-visszává és átláthatatlanná vált. Mert emlékezzünk csak, mit mondtak a németek a háború kitörését követően. Itt semmilyen fegyverszállítás nem lesz. Emlékeznek, a sisakokig merészkedtek. Ehhez képest most már nem csak, hogy szorgalmazzák a legmodernebb nehéz fegyverzet szállítását, hanem abban tevékenyen, tevőlegesen részt is vesznek. Emlékezzenek, mit mondtak? Nem lehet szankciót kivetni az energiahordozókra, sem a földgázra, sem a kőolajra. Ehhez képest mára az Európai Unió önsorsrontó módon Európát egy energiaellátási válságba taszítva, mind a kőolaj, mind a földgáz szállításokra szankciókat vetett ki. Még szerencse, hogy mi kiharcoltuk magunknak a kivételt, zárójelbe teszem hozzá, nemzeti alapon szerveződő szuverén külpolitika. És mit mondtak? És mit mondtak a nukleáris energiáról? Na, hogy ilyen szankciók biztosan nem lehetnek. Ehhez képest most ők maguk fejtenek ki nyomást az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy az kezdeményezzen szankciókat Magyarország nukleáris ipara ellen. Kiszámíthatatlan, veszélyes német külpolitika. Azonban, kedves barátaim, azt kell mondjam, hogy hiába várják, vagy hogy még konkrétabb legyek, senki ne várja, mert senki nem is várhatja, hogy mi majd alávetjük magunkat ennek a kiszámíthatatlan, progresszív, németek által vezetett külpolitikának. Nem fogjuk. Miért is tennénk, kedves barátaim, miért vetnénk magunkat alá mindennek? Azt tudom mondani nektek, önöknek, arról szeretnélek biztosítani titeket, önöket, hogy a magyar külpolitika az magyar külpolitika marad. Magyar külpolitika marad, szuverén külpolitika marad, a döntéseket itt Budapesten fogjuk meghozni, és ezek a döntések a jövőben is kizárólag nemzeti érdekeket fognak szolgálni. El kell mondjam nektek, el kell mondjam nektek azt is, hogy mi készen állunk a harcra a progresszív külpolitikával szemben. Mert emlékezzünk, mi legyőztük a nemzetközi liberális mainstream nyomását akkor, amikor a gazdasági válságot kellett kezelni. Legyőztük a nemzetközi progresszív, liberális mainstream nyomását akkor is, amikor kívül kellett tartani a migránsokat. Legyőztük őket akkor is, amikor emberéleteket kellett menteni, és most is helytállunk a háborús propagandával szemben. És ezt a küzdelmet, ezt a harcot is meg fogjuk nyerni a harcot a progresszív külpolitikával szemben, nem adjuk fel Magyarország szuverenitását, nem adjuk fel a magyar szuverén külpolitikát. Ebben kérem a segítségeteket, ebben kérem a támogatásotokat, amely az elmúlt években is nagyon komoly támaszt jelentett mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem. Sehr geschätzte Organisatoren der Konferenz CPAC Hungary, liebe patriotische Mitstreiter aus aller Welt. Die Republik Ungarn und meine Heimat Österreich sind verbunden durch eine gemeinsame Grenze, aber mehr noch durch eine gemeinsame Geschichte. Die Donau als Lebensader verbindet unsere Hauptstädte Wien und Budapest miteinander. Ungarn und Österreich sind in Europa mit jeweils knapp an die 10 Millionen Einwohner eher kleine Länder. Umso wichtiger ist es daher, gegenüber den Großen unsere Interessen zu verteidigen, die Interessen unserer Bürger und unsere nationale Souveränität. Genau das tut Ungarn und Viktor Orbán und ist damit ein Vorbild für viele in Europa, für viele Bürger und für die Politiker, denen die Anliegen ihrer Bürger noch etwas bedeuten. Wir sind beide Mitglied der Europäischen Union, eines Zusammenschlusses, dessen wichtigstes Ziel das gemeinsame wirtschaftliche Fortkommen der europäischen Staaten war. Ein Europa der Vaterländer, das sollte die EU sein, das hat man uns versprochen. Aber man hat dieses Versprechen nicht gehalten. Wir finden uns heute in einer Union, die souveräne Vaterländer nicht mehr akzeptiert und auch selbst für niemanden ein Vaterland sein will, sein kann und auch nicht sein darf. Denn die Europäer sind und bleiben Spanier und Franzosen, Deutsche, Schweden, Italiener, Griechen, Polen, Rumänen, Ungarn, Österreicher und so weiter. Alle sind sie keine Untertanen einer EU-Regierung. Die Administration in Brüssel ist eine Scheinregierung ohne Volk. Sie ist eine abgehobene Elite, der die Bürger der europäischen Vaterländer schon lange nichts mehr bedeuten. Die EU-Kommission mit Frau von der Leyen an der Spitze gefällt sich als eine Art selbsternannte Elite. Sie musste sich nie gegenüber dem Volk rechtfertigen. So wie viele andere internationale Organisationen ohne jede Legitimation versucht die EU, die Bürger aber zu lenken und zu steuern. Die Globalisten in Politik, Wirtschaft und Medien sind die einzigen Verbündeten dieses abgehobenen Eurokratenzirkels. In der Weltgesundheitsorganisation und im World Economic Forum sitzen die Freunde der Eurokraten. Dort, wo die Milliardäre von Gates bis Soros ein- und ausgehen und mit ihrem Geld versuchen, die Politik zu steuern und abhängig zu machen, damit sie ihre Pläne umsetzt. Der Globalismus will keine nationale Souveränität und er will keine persönliche Individualität. Was er will, ist Gleichmacherei unter den Staaten und Gleichmacherei unter den Menschen. Und die EU-Kommission in Brüssel ist eines seiner lautesten Sprachrohre. Je mehr der Globalismus um sich greift, umso mehr verkommt alles zu einem Einheitsbrei. Das ist das Ziel der Eliten. Eine Entwurzelung des Einzelnen und eine Entwurzelung der Völker. Wundern Sie sich auch darüber, wie schnell jedes Mal eine von oben verordnete Einheitsmeinung als einzig erlaubte Antwort feststeht, wenn es auf der Welt völlig neue Entwicklungen zu beantworten gibt? Haben Sie sich auch gewundert, wie schnell bei der Bekämpfung des Coronavirus alle mächtigen Akteure in dieselbe Richtung gerudert sind und wie brutal Kritiker unterdrückt und ausgegrenzt wurden? Haben Sie sich auch gewundert, wie schnell sich in Europa alle darüber einig waren, wie auf den Krieg in der Ukraine zu reagieren ist und wie schnell alle Kräfte, die sich für Frieden einsetzen, als Putin-Versteher beschimpft wurden? Das Dogma der angeblichen Alternativlosigkeit ist das zentrale Steuerungsvehikel der Mächtigen. Sehr geehrte Damen und Herren, dass sich nicht zum ersten Mal Patrioten aus aller Welt ausgerechnet in Ungarn versammeln, ist alles andere als ein Zufall. Ungarn ist ein Hort der nationalen Selbstbestimmung und des Widerstands gegen den globalistischen Zugriff aus Brüssel. Ungarn stemmt sich als NATO-Mitglied gegen die kriegslüsterne Sanktionspolitik der EU und setzt sich für Frieden zwischen Russland und der Ukraine ein. Eine Position, zu der die Regierung des neutralen Österreich vor lauter EU-Hörigkeit nicht mehr fähig ist. Ungarn stemmt sich aber auch gegen die Masseneinwanderung, mit der Europa seit 2015 in einem katastrophalen Ausmaß konfrontiert ist. Eine Massenzuwanderung, die von kriminellen Schleppern organisiert und als Flucht vor Verfolgung getarnt wird. Die EU ist nicht willens und in der Lage, die Grenzen Europas vor diesen Eindringlingen zu schützen. Ganz im Gegenteil. Sie schützt die Eindringlinge davor, wieder in ihre Heimat abgeschoben zu werden, wenn sie, wie die allermeisten, keinen Grund für Asyl vorweisen können. Sie schützt sie mit absichtlich schlechten Gesetzen und mit Urteilen europäischer Höchstgerichte, die nur noch fassungslos machen. Diese Gerichte kümmern sich nur noch um die angeblichen Rechte der Eingewanderten, das Recht der europäischen Völker auf Heimat aber treten sie mit Füßen. Es macht einen immensen Unterschied, ob man sich diesem Versagen der EU-Politik einfach unterwirft oder ob man Widerstand leistet. Dieser Unterschied bedeutet in Zahlen 112.272 zu 45. 112.272, das ist die Zahl der im Jahr 2022 in Österreich gestellten Asylanträge. 45, das ist die Zahl der im selben Jahr 2022 in Ungarn gestellten Asylanträge. Das ist der Unterschied zwischen einer stolzen Festung und einem Zuwanderungsmagneten mit aufgespannter sozialer Hängematte. Der Unterschied zwischen einem österreichischen Regierungschef Nehammer, der seine nationalen Möglichkeiten nicht nutzt und Verantwortung abschiebt, und einem Macher an der Spitze des Staates namens Viktor Orbán. Ich sage daher, die EU muss von Ungarn lernen. Aber weil das nicht zu erwarten ist, sollten die anderen Mitgliedstaaten von Ungarn lernen. Ich stehe dafür, dass auch Österreich zur Festung wird. Denn eine Festung steht für Sicherheit, für Schutz und Geborgenheit all derer, die sich in ihr befinden. Das ist es, was die Politik den Bürgern zu geben hat. Wir brauchen in Europa viele Festungen. Nur so kann auch Europa als Ganzes zur Festung werden. Eine solche Festung ist kein Selbstzweck. Wir müssen auch wissen, was wir beschützen wollen. Wir wollen darin unsere Werte und unsere Traditionen schützen, für die wir als Gesellschaft einstehen, die schon unsere Vorfahren und auch wir selbst gemeinsam erarbeitet haben und die wir für die Zukunft erhalten wollen, für die, die nach uns kommen. Wir wollen unsere politischen Werte schützen, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, die Grund- und Freiheitsrechte. Diese Werte verteidigen wir im Inneren gegen all jene, die Krisen als Vorwand nehmen, um sich darüber hinwegzusetzen. Wir sind aber auch bereit, sie nach außen zu verteidigen, gegen Einwanderer aus fernen Kulturen, die diese Werte nicht kennen und auch keine Bereitschaft haben, sich an uns und unsere Werte anzupassen. Und genau so wollen wir unsere gesellschaftlichen Konventionen und Traditionen erhalten und verteidigen. Die Art, wie wir zusammenleben in unseren Familien, die als Keimzellen unserer Gesellschaft selbstverständlich eine privilegierte Stellung gegenüber anderen Formen des Zusammenlebens haben müssen. Die Art, wie wir unsere Sprache benutzen, ohne ständig sogenannte Geschlechter zu erwähnen, die es in Wirklichkeit ja gar nicht gibt. Und dazu gehört es auch, den Wohlstand in Anspruch zu nehmen, den man sich erarbeitet hat, ohne dabei in Angst vor Kriminalität oder vor wirtschaftlichen Krisen leben zu müssen, die oft nur Folgen des politischen Versagens sind. Wovon ich hier spreche, sowohl in gesellschaftlicher als auch in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht, das ist Normalität. Und die Menschen, die das wollen und das von der Politik erwarten, das ist die Mitte der Gesellschaft und nicht ihr radikaler Rand. Normalität ist der Überbegriff für all das, was sich die Bürger zurückwünschen, gerade angesichts der vielen Krisen und Katastrophen, die in den letzten Jahren über sie hereingebrochen sind. Sicherheit, Wohlstand, Familie, Identität und Selbstbestimmung und nicht zuletzt Normalität, das sind die Werte, die wir in unseren Festungen schützen und verteidigen müssen. Vielen Dank und viel Erfolg Ihnen allen in unserem gemeinsamen Kampf gegen Globalismus und Gleichmacherei, für die Werte und für die Würde unserer Bürger, Völker und Nationen. United we stand. Mi pedig itt a stúdióban Pindroch Tamással és Szendrei Róberttel folytatjuk a CPAC Hungary konferencia elemzését, és hát Szijjártó Péter beszéde ad nekünk bőven megbeszélni valót, muníciót. Azt mondta, úgy kezdte, hogy azért jöttek ide szerte a világból, hogy megnézzék a magyar modellt, aminek az alapját az adja, hogy több mint 10 éve a magyar kormány ellenáll a liberális mainstream nyomásgyakorlásának. De ebben hogy csináljuk azt, hogy ekkora nyomásgyakorlás ellenére Magyarország megőrizte a szuverenitását, függetlenségét, és a gazdaságunk is jól működik? A magyar választók felhatalmazása alapján tudja ezt a kormány csinálni, és a magyar választók 2010 óta 2/3-dal felhatalmazzák arra, hogy önálló, szuverén politikát vigyen, mert láttuk, hogy az előző szociálliberális kormányok, a Horn kormány, a Gyurcsány kormány, a Medgyessy kormány, a Bajnai kormány nem volt erre képes. Tehát a politika nem úgy működik, hogy mi megmondjuk a választóknak, hogy akkor így kell csinálnotok, hanem a választó mondja meg a politikának, hogy mit kell csinálni. Bocsánat, azt is mondta Szijjártó Péter, hogy mi saját válaszokat adtunk, magyar válaszokat adtunk. Minden kihívásra magyar, független választ adtunk, ami a magyar érdeknek megfelel. A magyar érdeknek az volt a megfelelő a Covid vírus idején is, hogy a magyar embereket beoltsák, átoltsák. És ez teljesen ideológiától függetlenül, hogy milyen oltóanyaggal. Az Európai Unióban az orosz és kínai vakcinákat kizárták az oltóanyagok közül, miközben a magyarok ezeknek is köszönhették azt, hogy átvészeltük ezt a válságot. Vagy a gazdasági vetületét ennek a válságnak megnézhetjük. Valóban többen dolgoznak a válság után, mint előtte dolgoztak, a Covid-válság előtt. Tehát magyar válaszok, magyar gazdaságpolitikai válaszok, ez egyértelműen arra felé hat, hogy az ukrán-orosz háborúban is a magyar érdekek szerint járjunk el, és magyar katonák ne menjenek Ukrajna területére, magyar fegyverek ne menjenek Ukrajna területére, mert a történelemből tanultunk, hogy a háború nekünk mindig rosszat hozott. Egyébként ez, hogy magyar válaszokat adtunk, saját válaszokat adtunk, ez azt jelenti, hogy minden nemzetnek meg kell találnia a saját válaszát a liberális mainstreammel szemben, vagy azt, hogy ezek olyan hungarikumok, amiket elviheti mindenki magával a táskájában. Szerintem ezek tanulható dolgok. Tőlünk lehet tanulni, a magyar kormánytól lehet tanulni, és nem is szégyen. Óriási szerencséje van a magyar nemzetnek. Én ezen gondolkodtam el, hogy micsoda a nagy szerencsénk van, hogy ezekben a nehéz időkben ilyen kormány állt az élen. És belegondoltam abba, hogy mi lett volna, hogyha nem ez történik. Mert hogy igazából azt kell látnunk, hogy nehéz időkben élünk, a Biblia ismeri nehéz idők fogalmát. És mi adja nekik az erőt? A hitük. A hitük abban, hogy látják azt, amit reménylenek. A reménylő dolgoknak a valóságát látják. És benne van az egész magyar történelmi tradíció, benne van a magyar népnek a szabadság szeretete, benne van a tököli kurucsága, benne van a Rákócinak az ereje. És azt gondolom, hogy mindezt hordozzuk magunkban, és ezért vagyunk egy nagyon-nagyon különleges nemzet. És a magyar emberek, a magyar szabadságvágy nem engedi magát elnyomni. Nem fogjuk felmondani azt, amit ránk akarnak kényszeríteni. És ez óriási erőt ad nekünk, mert hogy igazából, hogyha megnézzük a mai világot, és ebben is belegondoltam, hogy nagyjából 7 jele van annak, amikor egy világkorszakváltás van, amiről egyébként a nagy apokrifikus beszédben a Biblia is beszél. Az egyik azt mondja, hogy vannak tehát vannak háborúk, vannak etnikai feszültségek, van világjárvány, van éhínség, van élelmiszer. Ezek az utolsó idők jelei. Ezek az utolsó idők jelei pontosan, és ugye egyszer ott van még, hogy hirdetik az evangéliumot, nem értettük, hogy hogyan, most látjuk, hogy az interneten is van üldözés. És nem mindegy, hogy ebben az időszakban, ami egyébként, úgy érezzük nagyon sokan, hogy az utolsó időkben vagyunk, ki áll a kormánynál, és ki áll az élen. És igazából Magyarország rendelkezik egyfajta bölcsességgel. A magyar kormány rendelkezik egyfajta bölcsességgel. És azért jönnek ide hozzánk a nemzetek, hogy meghallgassák azt a bölcsességet, amit mi mertünk vállalni. De ebbe benne van az őseinknek a küzdelme, a szabadság küzdelme, 56-48. Szijjártó Péter azt is mondta, hogy marad a magyar szuverén külpolitika, mi készen állunk a harcra a progresszív külpolitikával szemben, ahogy legyőztük a progresszív mainstream nyomását a migráció vagy a gazdasági válság idején is, nem adjuk fel Magyarország szuverenitását, és ugye ezzel szembe állította a teljesen kaotikus német külpolitikát. Igen, sajnos Németország, Európa, azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon gyenge kormányuk van. Sajnos Németország Európa vezető országa. Gazdaságpolitikai, gazdasági értelemben is, és nagyság tekintetében, lélekszámon is. Tehát amit ők mondanak az Európai Unióban, az úgy szokott lenni. És ezek rossz előjelek. Ezek nagyon rossz előjelek, mert ez a balliberális kormány zöldekkel kiegészítve, valójában a zöldek vezetik ezt a kormányt, látjuk minden lépésükből, kaotikusságot hoznak. Európa, hogyha ezt a példát követi, vagy ezt a mintát követi, akkor nagyon rossz lóra tesz, és ez egyértelmű. Az osztrák politikus, Herbert Kickl nagyon jól megfogalmazta, hogy látszatkormány alakul nép nélkül Brüsszelben. És valóban a brüsszeli Európai Bizottságot, nézzük meg a tagjait, a politizálását, nem hatalmazta föl senki, választó, közvetlenül semmire. Ezek bürokratikus lépések, politikai lépések, hogy hogyan alakul meg az Európai Bizottság. Magyarországnak a látszatkormány ellen kell valódi politikai lépéseket tenni, mert ez a látszatkormány belevezetné Európát sajnos egy világháborúba. És ez ellen fel kell venni a küzdelmet, és a szuverenitásunkat meg kell védeni, és nem szabad engedni, hogy közös legyen döntés, közös döntés alapján egyfajta külpolitika alakuljon Brüsszelbe. Azt a legjobb, leghatékonyabb kívülről befolyásolni, hogyha egyetlen kormány, a brüsszeli kormány döntene bármiről, az Egyesült Államok, vagy az NGO-k, a globális világcégek a leginkább ezt a brüsszeli bizottságot tudják befolyásolni. Látjuk, hogy mi folyik az Európai Parlamentben, meg az Európai Bizottságban most is. Szendrei Róbert akart valamit mondani. Jelenleg egy birodalomépítés zajlik, és a birodalmak nem szeretik azt, hogyha bárki ellenük van, és parancsolnak egyhangúságot. És itt beszéltünk a szólásszabadságról, hol van a szabadságunk, hogyha nekünk igazából nem lehet saját hangunk. És igazából az Európai Uniónak az alapító atyái, a Robert Schuman, a de Gasperi, az Adenauer pontosan azt mondták, hogy szuverén nemzeteknek a szövetsége. És igazából azzal tudom én a legtöbbet hozzátenni az európaiságomhoz, hogy én magyar vagyok. A görög azzal, hogy görög, a román azzal, hogy román. És ezt akarják teljességében felszámolni, és igenis, mindenkinek mások az adottságai. Ezekre is figyelemmel kell lenni, tehát egy egységes külpolitika gyakorlatilag a nemzeti szuverenitásnak a fölszámolását jelenteni. Tehát erre nincs lehetőség. Volt egy... Még a Szovjetunió tagjaiként is volt lehetőségünk külön külpolitikára. Igen, ez valóban így van. Volt egy másik erős mondata is Szijjártó Péternek, ami a sajátos magyar útról szólt. Azt mondta, hogy saját választ adtunk a Covid-ra is. Ugye az egész világban arról beszéltek, hogy most recesszió következik, biztos, hogy beesnek a gazdaságok. Ehhez képest Magyarországon a beruházás ösztönzéssel ez nem történt meg, és ahogy kijöttünk a pandémiából, még magasabb volt a foglalkoztatás, mint korábban. Nem fogadtuk el a realitást? Erről van szó? Nem, hát mi néztünk szembe a valósággal. Nem ideológiai vezérelt lépéseket tett a magyar kormány, hanem a józanság. Tehát az, hogy a magyar társadalom egészségesen jöjjön ki ebből a válságból, ne roppanjon össze. Mert látjuk, hogy Németországban, Nagy-Britanniában, ami már nem Európai Uniós tag, meddig tartott az elzárás, a lezártság. A magyar gazdaság sokkal előbb jött ki ebből az elzártságból, mert ez volt az érdekünk. Minél gyorsabban átoltatni a magyar népességet, az egy védőernyőt adott. Azt, hogy előbb elmentek az emberek dolgozni, az iskolák kinyithattak, beindulhatott az élet. Hát ez a józan politika, ez a normális politika, és nem az, hogy SMS-ben egyezek meg az Európai Bizottság elnökeként egy nagy befektetővel, a Pfizerrel, az oltóanyagokról 35 milliárd euró értékben. A nagy átláthatóság meg a demokrácia jegyében csak azt feledték el, hogy az SMS-ek például nem nyilvánosak a mai napig. Tehát meglátjuk majd, hogy az Európai Bizottság ellen, vagy az Európai Bizottság elnöke ellen elindul-e valamilyen hatékony vizsgálat végre. Videóüzenetet küldött Jair Bolsonaro volt brazil elnök fia. Eduardo Bolsonaro arról beszélt ebben az üzenetben, hogy a baloldali diktatúra után pontosan tudják, hogy Magyarország példa a világ számára. Hangsúlyozta, hogy a baloldal megpróbálja elszigetelni egymástól a konzervatív erőket. Azt gondolom, hogy a magyar politika, ez a józan bátorság politikája, ő is hivatkozott miniszterelnök úrra, személyesen az ő példájára. Azt gondolom, hogy számukra is ez egy nagyon-nagyon vonzó példa, és valóban a baloldali külpolitika nagyon sokszor arra irányul, hogy olyan embereket is szembeállítson egymással, akik gyakorlatilag összetartoznak. Erre két példát szeretnék mondani. Az egyik, hogy nagyon sokáig a State Department akadályozta azt, hogy a legerősebb szövetségesünkkel, Trump elnök úrral kialakuljon egy nagyon világzóbaráti kapcsolat. És olyan fura volt, hogy nem tudtunk találkozni vele. És amikor egymásra talált a két vezető politikus, azóta egy olyan barátság alakul ki, ami felbonthatatlan. A másik ilyen érdekes történet volt magának, őszentségének, Ferenc pápának a kérdése. Mindenfajta félreértések voltak közöttünk, és kiderült az, hogy mi a legerősebb és a legjobb szövetségesek vagyunk. És pont azon gondolkodtam el egyébként, amikor miniszter úr beszélt, hogy például például őszentségére Ferenc pápát, ebből aki békét szeretne, és azt mondja, hogy a háborús uszítás hangjainál erősebbnek kell lenni a béka szólvának, őt például melyik kategóriába sorolják, amikor a békéről beszél, és azt mondja, ami Krisztus üzenet, hogy tedd vissza hüvelyébe a kardod, és nem hozhat erőszak megoldást. Egy nukleáris hatalommal szembe nem lehet, nem hogy a tűzzel játszunk, a nukleáris tűzzel játszunk, amikor egyébként fegyveres megoldásokat keresünk. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos egyébként azt hozzá kell tenni, hogy Bolsonaro elnök, ugye az édesapa sajnos nem nyerte meg a választást, és újra egy baloldali kormány alakult a Brazíliába. Ő mögötte is egyébként fölsorakoztak azok a konzervatív hívő erők, akik a Trump elnök úr mellett is, tehát ezek összefogott ott majd minden felekezett katolikustal a neoprotestánsok, akik is hittek abban, hogy itt lehet egy győzelem, és szellemi harcot folytattak. Róbert az imént beszélt arról, hogy a végítéletben vagyunk, illetve az utolsó idők jelei látszanak. Egy kicsit boncolgassuk ezt, ugye éhínségről van szó, üldöztetésről, háborúról. Most ugye a háborút látjuk kirajzolódni. Meg lehet azt mondani, hogy hol tartunk most ebben az utolsó időkben? Míg a bibliai elemzők azt mondják, hogy míg ugye a Jézusnak az első jövetelét, azt szinte évszámra meg lehetett mondani pontosan, a második eljövetelt, amely egy világkorszakot zár le, ilyen pontosan nem tudjuk elmondani. Jézus erről a Máté 24 fejezetében beszélt, 21-25, ajánlom elolvasni, és itt igazából jelenségeket fogalmazott meg. Az első jelenség... Miről van ott szó, mert szerintem vannak, akik nem tudják. Azt mondja, hogy nemzet támad, nemzet ellen, etnikai konfliktus. Ország ellen, háború. Hallottatok kell dögvészekről, ez a világjárványnak a kicsit archaikus neve, hallottatok kell éhínségekről, ez az élelmiszer vagy energiaválság, és utána azt mondja, hogy de ne ijedjetek meg, mert ez igazából még csak a végkezdete, és azt mondja, hogy mindenfele lesznek földrengések. És amikor volt a török földrengés, kollégáim kimentek Törökországba, akkor én is ugye fölkaptam fejem, hogy itt már összeállt mindaz a dolog, aminek meg kell lenni, illetve azt mondja még, hogy mindenfele hirdetik az evangéliumot, itt van Ferenc pápa, itt van ez a konferencia, és az evangéliumról beszéltek délelőtt elég sokat. És azért csak, hogy ne legyünk ennyire pessimisták, azért nincs eldöntve, hogy itt nincs eldöntve, mert befolyásolni tudják. Igen, az ember. Az imával, tehát az ima és a bőjt, és az a kérdés, hogy, és itt van egy nagy kérdés, hogy mi fog történni, hogy most Istennek a terve valósul meg, tehát a Bibliában két modell van erre. Az egyik a Szodoma modellje. Most ott tűz lett, szodomita, nem akarom ragozni, önmagáért beszél a történet. Ott nem fogadták meg Istennek a beszédét, még a hírnök angyalokkal is szerettek volna homoszexuális kapcsolatot létesíteni. Ez képest van egy másik LMBTQ. Igen, ennyi. Hát ott az LMBTQ propaganda olyan erős volt, hogy bementek az angyalok, és mondták, hogy hát angyalokkal szeretnénk most éppen szexuális életet élni. Hát erre följött a tűz. És van a második modell, az pedig Ninive. Amikor oda ment a Jónás proféta, és észbe kaptak az emberek, letérdeltek az emberek, imádkoztak az emberek, és az ítélet elhalasztódott évszázadokra. Akkor ebben a folyamatban, amit utolsó időknek nevezünk, és Tamás említette azt, hogy az ember is tehet az ellen, hogy ez ne következzen be, akkor például egy magyar kormány feltartóztatja ezt a folyamatot, és próbálja. Imádból, tehát ezt gondolom, igen, tehát, és azért ezt látszik a... Bocsánat, hogy megszakítom, ki kell kapcsolnunk, úgyhogy folytatódik a Bálnában a CPAC Hungary konferencia. Abban, hogy akik ezeket az alapvető principiumokat szeretnék eltörölni. A woke politika, a szabadságot, a családot és a hitet próbálja eltörölni. És az intézményes erőt fegyverként használja mindenki ellen, aki az ő útjukba áll. Ezek a radikális baloldaliak az amerikai alapítók értékeit utasítják el, akik több mint 250 évvel ezelőtt az alaptörvényünkbe is ezeket lefektették. Azok az értékek, amelyek Amerikát nagyjá teszik. Szabadság, önmeghatározás és nemzeti szuverenitás. A magyarok ezekért az értékekért harcoltak az elmúlt 500 évben. Most vár viszont, együtt fogunk harcolni szabadságszerető patriótáként a következő 500 évben, mert nem számít, hogy mennyire megpróbálnak minket eltörölni, és kinevetni, és megpróbálnak minket meghajtani, maguk előtt soha nem fogunk meghajolni előttük, és soha nem fogunk meghátrálni. Ezt hallom, amikor a saját államom keresztül utazgatom, akkor nagyon sokszor hallom, hogy mik azok, amik miatt az emberek aggódnak. Ez nem a magas energiaárak, vagy az élelmiszerhiány, vagy a magas adók. Még akkor is, hogyha valóban Biden elnököt jogosan hibáztatják ezekért a politikai bukásokért, a legnagyobb aggodalom az a kormányzat felhasználása fegyverként az amerikai emberek és az értékeink ellen. Látjuk ezt a fegyverként felhasználását az amerikai igazságügyi rendszernek, Trump elnöknek, és hogyha ez megtették vele, akkor miért ne tennék meg ugyanezt velem? A konzervatív véleményeket látjuk, hogy a nagy tech, a big tech eltörli, látjuk, hogy a biológiai fiúkká teszik a lányokat, és hogy a versenysportokba is ez összekeveredik, és látjuk, hogy a megválasztott vezetők is mennyire alávetik magukat ennek. Ugyanakkor a sötét homályán keresztül a világosság villanásait lehet látni. Látjuk, hogy milyen ellenállás van, amikor egy fiatal hölgy a radikális transgender agenda ellen lép föl, akik a névmásainkat szeretnénk eltörölni. Mi patriótának érezzük magunkat itt Budapesten. Az igazság a mi oldalunkon van, és soha nem fognak minket elhallgattatni. Hogy visszaharcoljunk a zsarnokság és a woke ideológia ellen. Jim Jordan-t csatlakoztam ebben az évben az igazságügyi bizottságához, ezen a bizottságon keresztül vizsgáljuk a woke politikákat, amelyek nőket sértegetnek, családokat sértenek meg, és a legérzékenyebb állampolgárainkat. Például harcolunk a woke-nak az olyan politikai ellen, ami a gyermekeket és a nőket óriási veszély teszik ki a migráció által, hogy a kábítószerkereskedők tüzébe kerüljenek. Nagyon sokan elveszítettek emiatt lehetőségeket, mert a nők közül, mert a biológiai férfiak ellen kell küzdeniük. Látjuk azt is, amikor egy nagyon nevetséges, radikális ideológia ellen próbálunk harcolni, és ebben van egy olyan fegyverünk, ami a baloldalnak nincs, ez pedig az igazság. Nem az önök igazsága, nem a ti igazságotok, nem az én igazságom, ez az igazság. Mert a Biblia megígérte, hogy az igazság tesz minket szabaddá. Hagy ismételjem ezt meg. A Biblia azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz bennünket. Ahogy Babilonban láttuk, még mindig Dávid esetében láttuk, ő is az igazság oldalán állt, és nagyon nagy elnyomással szemben is kiállt, annak ellenére, hogy mennyien üldözték. Ismerős ez az elképzelés? A radikális baloldal megpróbálja a hamis ötleteket elterveszteni, azt mondják, hogy nincs olyan, hogy két nem, az, hogy a férfiaknak lehet gyerekük, és néha valóban vannak olyan országok, akik már ezekért börtönbe is helyeznek embereket. Ugyanakkor soha nem szabad ezeknek meghajolnunk, nekünk kell a politika, a média és a tudomány és az akadémiai világ vezetőivé válnunk, mert ezek ellen is fellépnek, velük együtt kell fellépnünk, és amit meg kell tegyük, az amire a hivatásunk szól. Támogatnunk kell ezeket az embereket, akik az ellenállás oldalán állnak. Másoknak is mesélnünk kell rólunk, és a még fontosabb az az, hogy imádkoznunk kell értük. Ez talán a legradikálisabb aktív felkelés a baloldali zsarnokság ellen. Mert hiszek abban, hogy ez nem egy politikai csata, nem hiszem, hogy ez a bal és a jobb oldal közötti harc, a demokraták és az amerikai republikánusok között. Ez egy lelki csata, ez a jó és a gonosz közötti csata, ez a fény és a sötétség közötti csata. Isten előtt le kell térdelnünk azért, hogy polgárként stabilan állhassunk a lábunkon, és vezetőként is, és szemmel előre nézve kell ezt a csatát megvívnunk a gyermekeink, az országaink, és még a világ javára is, érdekében is. teljesen mindegy, megint, hogy mi ennek a személyes áldozat, amit ez követel. Nagyon-nagyon örülök, hogy most megtartották ezt a CPAC Hungaryt, nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Együtt erő vagyunk. Ez a motto. Hiszek abban, hogy a világszerte a konzervatívoknak össze kell jönnünk annak érdekében, hogy megőrizzék a mi prioritásunkat, ami Isten, haza és természetesen a család. Magyarország az, ami kijelöli a szintet, kijelöli azt, hogy mit kell csinálnunk. A szocializmus és a kommunizmus ellen harcolt, és nagyon nagy megtiszteletés volt ezt, hogy sokatokkal beszélgethettem és meghallgathattam a történeteiket, ahogy Donald Trump a tavalyi CPAC videóüzenetében elmondta, hiszek abban, hogy a legjobb még hátra van. Az ő vezetősége reményt ad nagyon-nagyon sok embernek világszerte, ugyanúgy, ahogy Viktor Orbán miniszterelnök vezetése is, de hogyha mi akarunk a legjobbak lenni, akkor egyesülnünk kell, és együtt kell harcolnunk, együtt kell működnünk. Ahogy Ronald Reagan mondta, az a feleségem egyik kedvenc elnöke, a szabadság soha nem több, mint egy generáció. A szabadság soha nincsen távolabb a kihalástól, mint egy generáció. Mindig ott vannak a gyermekeink, a következő generáció, ezeket meg kell védeni, és ugyanezeket az elveket át kell nekik adjuk, és ugyanezt kell nekik is megcsinálnunk. Én azért imádkozok, hogy továbbra is a woke ellen fogunk egyesülni, amelyek olyan ideológiákat használnak fegyverként, amelyek támadják a családainkat és a szabadságunkat. Isten áldja önöket, Isten áldjon titeket, Isten áldja Magyarországot, és Isten áldja Amerikát. Köszönöm. Would like to thank CPAC Hungary, Matt and Mercedes Schlapp for inviting me to give a short address here. Would love to be there in person, but I had a very special guest, Bishop Schneider from Eurasia was here for a couple of days, and we hosted him here in the United States, a very important event for us in this fight for religious freedom and make sure that we're at the forefront of supporting all the traditional Catholic efforts in our nation and throughout the world. Also want to thank Viktor Orbán for coming to Dallas to the CPAC Texas in 2022 in the summer. Quite an inspiration, and I really want to make sure that people know, we've got Jack Posobiec there, we have Kerry Lake, you have many people that Matt and Mercedes have brought over at the cutting edge of the populist nationalist movement in our country and hopefully leadership throughout the world. But I want to talk for a second the leadership of Hungary and particularly Viktor Orbán in three areas: the great fight against George Soros, this whole issue of stopping invasion of the country, of this illegal immigration, and the sensible approach to the Ukraine war. First off, it's incredible the efforts you've done to stop Soros from taking over and destroying your country. In the United States, he's had a tremendous impact. Anarchy and chaos in many of our cities are directly tied to the attorney generals and district attorneys he's put in. He's in many, many programs. He's, quite frankly, a monster, and we're fighting him and his son on virtually every front. We really want to thank Viktor Orbán and the people of Hungary for taking up that fight and being at the lead of it. Also, an invasion, you showed the world how it could be done by putting up a fence and digging in and saying, hey, we're not going to let our country be overrun. We're not going to lose our culture, our civilization, our society. It's been an inspiration throughout the world. Right now we have an invasion on our southern border. At the end of the Biden regime, there'll be 15 million illegal aliens in the United States. This is unprecedented in our history, and I think we look to Hungary and to Viktor Orbán and what you folks have done as kind of a guide of what must be done in this country. And at the same time, you've been very charitable and philanthropic in allowing Ukraine war refugees in. So it shows that it can be done, and it must be done. And we want to thank you for your inspiration as we now have this fight to stop the invasion in our country and to really reclaim our sovereignty. The last part is the very common sense and humanitarian way that you have put forward this opposition to the continuation of the Ukraine war. I take a much harder line. We're absolutely adamantly opposed to any more U.S. funding of this proxy war with the Russians. We think it's heading into very dangerous territory, that the border dispute on the eastern Russian-speaking border of Ukraine between two Slavic entities is not in the vital national security interests of the United States, like our southern border or like Taiwan. And we want a full 100% cutoff of all funds. Now I realize other people oppose that, particularly people here in the United States, even the Republican Party. But I think Viktor Orban and Hungary have led the way about how we must have a de-escalation, not an escalation. The globalist powers, particularly in the United States and in NATO and in Davos, want to escalate this conflict and really have it metastasize into a Third World War. That must be stopped. So, sorry I can't be there in person. We're there in spirit. Want to thank CPAC for doing this again, and particularly want to thank the Hungarian people and Viktor Orban for showing leadership about what nationalism, the positive nature of nationalism, and what it means to stand up for your sovereignty and to make sure that you keep your country and you pass it on and bequeath it to future generations. Proud to be part of this program, proud to know Viktor Orban, and proud to be allied with the Hungarian people. Thank you. Greetings and welcome, CPAC Hungary. I wish I could be with you to welcome so many international conservatives that are coming to address your group. But as we look to defend God, country, and family, we know that that battle is one that must be won and can be won if we work together. The Hungarian people and the conservatives in the United States look to not only foster that relationship, but allow it to build and grow. As we look at the family values that continue to come under attack, whether it's from the progressive woke left here in the United States or the European Union in your neck of the woods, it is time that we have to stand shoulder to shoulder to make sure that those family values not only don't get erased, but they're part of our culture of winning for the freedom-loving generations to come. I want to thank you once again for your boldness, for your willingness to stand strong, and for the Hungarian people, many of whom are not only a beacon of freedom in your area of the European Union, but they're also a symbol of what is right and good as we fight for our future. Thank you so much. God bless you, and God bless your conference. Még csak 27 éves, de már most komoly politikai karrier áll mögötte. 2012-ben 16 évesen csatlakozott Marine Le Pen pártjához, amelynek jelenleg az alelnöke. 2019 óta európai parlamenti képviselő. Hevesen ellenzi az illegális migrációt, és hazája iszlamizálódása ellen is küzd. Jól ismeri ezeket a problémákat, hiszen Párizs egyik legszegényebb külkerületében nőtt fel, ahol a legnagyobb arányban élnek bevándorlók. Következzen Jordan Bardella! Dear members, dear friends, it's an honor and a pleasure to be here for the new edition of the CPAC to be in Budapest. Óriási öröm számomra, hogy itt lehetek Budapesten az európai és világszerte érkező patriótákkal együtt. Ha megengedik, nekem szeretném most kifejezni ezután a gondolataimat franciául. Először is szeretnék mindenkit nagy barátsággal köszönteni itt a CPAC-en, és szeretnék a szervezőknek köszönetet mondani. Köszönöm főleg neked, kedves Miklós. Köszönöm a Fidesz pártnak, amely itt és Brüsszelben is a szabadság felét és az európai megnemadás szelét mutatja. Örültem, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozhattam, aki egy szabad európai nemzetet képvisel, és büszkeséggel, hűséggel védi az identitását az országnak. Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin asszony szintén ezt képviseli. Nagyon örülök, hogy vele is találkozhattam tegnap este. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, szükség van a nemzetközi koordinációra. számára. És nagyon örülök annak, hogy ma én itt képviselhetem a pártomat, a Francia Nemzeti Tömörülést, és nagyon dolgozunk azon, hogy Macron elnök helyett más elnökünk lásson a következő választáson. Egy éve itt meséltem önöknek arról, hogy a 21. század Európájában a demográfia, a bevándorlás, valamint az ökológia és a környezetvédelem a nagy kihívásaink, valamint a mesterséges intelligencia is, és a ChatGPT, amely a mesterséges intelligencia új fejleménye, mutatja, hogy ez a fejlődés mennyire erős. Új kihívások vannak most a nyugati társadalmakon. Ott van a woke offenzíva és a cancel culture-nek a terjedése. A legalitás nevében ez a woke ideológia fenyegeti a nyugati országokat, és szeretnének ezek az ideológiák rámutatni az állítólagos diszkriminációkra. És egyfajta általános kétséget vezet be a woke ideológia a társadalmakba. Azt láthatjuk, hogy a hagyományainkat, a hivatkozási pontjainkat, a biológiai különbségeket, a nemek egymást kiegészítő jellegét támadja ez az ideológia. Az ideológia azt állítja, hogy felébreszti a társadalmakat a diszkrimináció ellen, pedig ez nem így van, hanem új diszkriminációkat épít, elnyom és kialakítja az erőszakosság és a megbízhatatlanság, a kétség társadalmát. Mindez pedig veszélyezteti az emberiség jövőjét, úgy, hogy közben a technológiai fejlődések mennek, és a wokizmus, a woke ideológia a nőket és a férfiakat is támadja és fenyegeti, a társadalom legstabilabb alapjait támadja, így például elsősorban a családokat. Ez egy lassú méreg, amely irányelveken, körleveleken, az európai intézményekben, az iskolákban és már a vállalatokban is terjed, valamint ez a kiadóknál is, ahol is úgynevezett sensitivity readereket foglalkoztatnak, akik átolvassák az irodalmakat, és hogyha valami nem tetszik nekik, akkor arroganciával és a művészet nem tiszteletével eltörlik azt, átírják a történelmet, és hivatalos fényképekről eltüntetnek embereket. Ez a woke ideológia nem hasonlít az európai demokráciára, hanem totalitárius rendszerekre emlékeztethet bennünket. Ez a woke offenzíva, ez a woke őrület támad minket minden európai országban és világ minden országában. Fel kell figyelnünk erre, és látnunk kell, hogy hogyan tudjuk a civilizációnkat megtartani, megőrizni, és hogyan tudunk mi magunk maradni. A történelmünkre kell támaszkodnunk, a hőseinkre, a dicső hőseinkre, akik meg tudták hatni az embereket, és akik a szellemekre is tudtak hatni. Azt láthatjuk, hogy a bátorság, a család, ezek a hagyományok kell, hogy bennünket vezessenek. Ezen új diktatúrával, a tiltások diktatúrájával szemben így tudunk fellépni, de nem hagyjuk magunkat. A woke ideológia a világon mindenfelé terjed, és az eltulajdonítást hirdeti, a hatalomtól való eltulajdonítást. És azt is hirdeti, hogy a civilizációnkat el akarja venni tőlünk, viszont nekünk át kell adnunk a civilizációnkat, a hagyományainkat, a gyermekeinknek, és büszkének kell lennünk erre. Önök büszkék lehetnek arra, hogy magyarok, és önöknek Franciaországban van joguk ahhoz, hogy franciák legyenek, és hogy büszkék legyenek arra. Lehet, hogy Európában a kommunitarizmus és a woke ideológia hívei el akarják venni ezt a nemzeti büszkeséget, de ezt nem hagyhatjuk. A védelem és ennek a szellemi örökségnek az átadásának az első bástyája nem más, mint a család. Az ambiciózus gyermek támogató politikájával a magyar kormány vállalta, hogy ezt a civilizációs és demográfiai kihívást megoldja. Tisztelet minden olyan kormánynak, minden olyan politikai mozgalomnak, amely Európában és a világban vállalkozik arra, hogy védje és átadja ezeket az értékeket. A politikai győzedelmeknek először is ideológiai győzedelmeknek kell lenniük, és a haza szeretetét, valamint az igazi sokszínűség védelmét kell hirdetniük Európában és a világszerte. Ez a remény vezet bennünket itt a CPAC-en, Európában és a világon mindenfelé. Az a remény, hogy a népek a saját sorsuk kovácsaivá válhatnak ismét. A következő európai választásokon láthatjuk, hogy első alkalommal az lesz a cél az összes patrióta párttal, hogy hatalomra jussunk, és a leépítés, a woke ideológia ellen harcoljuk. Magyarország egyébként az egyik előfutára volt ennek az európai népek tavaszának, Orbán Viktornak köszönhetően. Megvan bennünk a potenciál, és megvan bennünk az erő arra, hogy belülről megreformáljuk Európát, hogy a masszív anarchista migráció ellen fellépjünk, és fellépjünk a cancel culture ellen, hogy megvédjük a saját értékeinket, és fellépjünk az Európai Bizottság és az európai döntések ellen, amelyek az iszlamista jelképeket támogatják. A siker ott kopogtat a kapunkon. Európa népei, ébredjetek, mi fel fogjuk gyújtani Európa lángját. Mi pedig folytatjuk az elemzést itt a stúdióban Pindroch Tamással és Szendrei Róberttel. Hát Jordan Bardella, a Francia Nemzeti Front alelnöke volt az utolsó megszólaló, és ő azt mondta, hogy a woke ideológia arról szól, hogy próbálják felébreszteni a társadalmakat, hogy fellépjenek a diszkrimináció ellen. De hát nem éppen a woke, a genderrel karöltve az, amelyik falakat emel azáltal, hogy több biológiai nemet hoznak létre, és a hagyományost meg akarják szüntetni. Hát dehogy nem, az identitásunkat akarják megszüntetni. Nemzeti identitásunkat, ez a lényeg, a nemi identitásunkat, ez a genderpolitika, ezt akarják eltörölni. Hát ez a cancel culture erről szól, a múltunkat is, és a jelenünket is, és az magát azt, hogy emberek vagyunk. És a civilizációnkat és a hagyományainkat is akarják. Hát ez a civilizációnk elleni támadás. Ez ellen kell védekezni, és a CPAC ezért egy kiváló alkalom arra, hogy a magyar közbeszédet is alakítja, és nem csak a magyar közbeszédet, hanem a világ közbeszédét is alakítja, mert ez hatással van mindenhol az európai jobboldali politikára, és azokra is, akik nem jobboldaliak, hanem figyelik a világ eseményeit, mert a CPAC az ott van minden hírcsatornán. Aztán nagyon hasonló dologról beszélt Barrymore szenátusi képviselő, és ez csatlakozik ahhoz, amit Bardella mondott, ugye ő is a woke elleni harcra szólított fel, és azt mondta, hogy lényegében a woke az, amelyik össze akarja keverni a biológiai nemeket, az LMBTQ ideológiát így előtérbe helyezni, és hát erről beszéltünk mi is itt a stúdióban, Szodoma és Gomora és a végítélet kapcsán. A képviselő úr megmentett engem, mert én ugye egy elég furcsa megközelítést hoztam, és inkább egy sajátos szemléletmódot, de ez Egyesült Államokban ez egyáltalán nem szokatlan. Tehát az, hogy a Bibliáról beszélünk és értelmezzük a valóságot a bibliai szempontból. Valóban erről is beszélgettünk, tehát vagy revival lesz, felébredés, vagy woke ébredés. Tehát ez a két kérdés van. Tehát vagy mi visszatérünk az alapjainkhoz, és megvédjük azokat az értékeket, amelyeket a Jóisten ránk bízott, vagy pedig jön valami olyan szörnyűség, ami nagyon-nagyon megnézett az életünket. De nekünk az a reménységünk, keresztény embereknek szerte a világba, hogy vannak nagyon komoly támogatóink, és amit ma elmondott képviselő úr, az ima egy nagyon erős fegyverünk. Ezt bízta ránk a Szent Atya. Azt mondta a Szent Atya, hogy amikor beszélt a Kossuth téren, az ez volt, azt mondta, arról beszélt, hogy menjünk be a kapun, az Jézus nevével menjünk be az imádságba, aztán jöjjünk ki és mondjuk el a társadalomnak. És azt mondta, hogy Magyarország a jövője, az egész világ jövője az imától függ, és ettől függ a jövő történelme is. És azt is mondta egyébként, a Bibliából idézett Barry Moore, egyrészt mondta, hogy a jó és a gonosz közötti csata zajlik, és Jézus szavait idézte, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket, ahogyan ön is mondta, a vók igazság szemben a keresztény igazsággal. Hogyha ki akarjuk érezni, akkor nyugodtan kimondhatjuk, ez a harc, ez egy szellemi harc, az Isten és a sátán között. És a revivalben, a megújulásban a Biblia van, amely Istennek a beszéde, és a másik oldalon pedig a sátán van. Ott tartottunk az imént, hogy beszéltünk arról, hogy hol tartunk itt az utolsó időkben, hol tartunk ebben a harcban. Hol tart a jó és a gonosz harca, az Isten és a sátán között dugó harc. Az én megítélésem szerint. Tehát az egyetlen dolgot kell tudni, hogy egészen biztosan a végén a jó fog győzni. Az Isten győz, mert Jézus Krisztus a kereszten legyőzte az ellenséget. Ez már megtörtént. Ez megtörtént, tehát ez egy befejezett tény. Tehát a végét, az egészen végét tudjuk. A pontos időpontját még nem tudjuk, de a jelek azt mutatják, hogy valami elindult a világban. És két módon érhet véget. Vagy egy komoly megtéréssel, tehát az, hogy visszatérünk a mi alapjainkhoz, és visszatérünk a Bibliához, amire alapozik a kultúránk, és gyakorlatilag akkor le fognak állni mindezek a történések, amik elindultak. A másik lehetőség pedig az, hogy egy ítélet alá kerülünk. De ebben a helyzetben nem csak személyesen leszünk megítélve, hanem nemzeti szinten. És itt nagyon számít, hogy mi, ahogy az igen mondja a Máté 25, jú nemzet leszünk, vagy kecske nemzet leszünk. Tehát minket Isten ránk jó szeretettel fog fogadni, vagy pedig ellenségként fog tekinteni. És a mostani vezetőink a döntéseikkel, azzal a szövetséggel, ami létrejött Isten egyik népe, a Vatikán és őszentsége Ferenc pápa között, és a másik népevel, a Izrael népével, a zsidósággal együtt, azt mutatja, hogy mi a jó oldalon állunk. És senkit ne tévesszem meg. Tehát a széles út, ahol sokan vannak, nem az a jó út. A keskeny út, ahol kevesen vannak, az a jó út. És én nagyon örülök annak, hogy a Jóisten ebbe a korszakba hozott, és én magyar ember lehetek. Mondták azt is, hogy világszerte konzervatív szabadságharc zajlik, és Bennon úr azt is mondta, hogy Magyarország kijelöli a szintet, mit kell tennünk a kommunista ideológia elleni harcban. Igen, mert bizonyítottunk. Az elmúlt 13 év arról szólt, hogy kell saját szabályokat kialakítani. Az előtte a rendszerváltás és 2010 között a baloldalnak volt ereje, a liberális oldalnak volt ereje Magyarországon, hogy szabályokat állítson föl. A világban is volt ereje ehhez, és úgy látszik sajnos sok helyen még van ereje ehhez, az Európai Unióban van ereje, az Egyesült Államokban látható, a demokratáknak még van ereje. De saját szabályokat kell felállítanunk, és azon kell, saját pályán kell játszanunk. És ehhez kell nekik igazodni. Nem nekünk. A CPAC ebben is egy nagyon-nagyon fontos konferencia, mert kijelölte ezt Orbán Viktor a tavalyi beszédében, és láthatóan a Bolsonaro is, az ifjú Bolsonaro is erről beszélt, hogy Orbán Viktor beszédét ő elmondta, bemutatta ott Brazíliában, hogy tudják, hogy... Feliratozta portugál nyelven. Hogy nincsenek egyedül, és a nézőinknek is mondom, nem vagyunk egyedül. Sokszor azt gondoljuk, hogy egyedül vagyunk a világban, magyarként meg főleg külön a nyelvünk, sajátos a kultúránk, egyedül vagyunk itt a sok szláv nép között, a németek vannak mellettünk, máshogy gondolkodnak, de nem. A normalitás az mindenhol megvan. Az Egyesült Államokban is megvan, úgyhogy bízunk az amerikai jobboldalban. Róbert akart mondani valamit. Az erő a Jóisten velünk van. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, és amit még beszélgettünk, hogy Tamás mondta ezeket, én elgondolkodtam azon, hogy egészen más volt a 10 évvel ezelőtti liberális vagy szocialista történet. Tehát akkorát váltott a világ, hogy akkor még tudtunk egyébként akár praktikus dolgokról, értékekről vitatkozni. De most olyan dolgok jöttek be a világba, olyan furcsa dolgok lettek a világba, és olyan... Itt a vóknál nem tudunk. Nem, erre mit tudok mondani? Tehát nekem is 4 gyermekem van. Hát szeretném, hogyha ez a gyerekek normalitásba, szeretetbe és az igazságban nőnének fel. nem pedig egy olyan helyzetben, és nem tudjuk értékelni, hogy micsoda dolog az, hogy mi erről most itt a tévében beszélhetünk. Ott van Pasi Raisinen finn belügyminiszter asszony, aki idézte a Bibliát, az ő férje egy luteránus, evangélikus lelkész, és ő is Finnországban, Európai Unió tagjában, ő is, és neki a püspöke is vád alá került, és büntetőeljárás folyt ellene. És azt mondta nekem a belügyminiszter asszony, hogy beszéltem vele, és itt imádkoztunk azért, hogy az eljárások elinduljanak. Sokszor volt itt Magyarországon, miniszterelnök úrnak is volt a vendége, és azt mondta, hogy nagyon hálás Magyarországnak, nagyon hálás a miniszterelnök úrnak, mert vétót tett a gyűlöletbeszéd kapcsán a Magyarország, tehát vétót emelt egy európai uniós döntésnél, és ezért nem került ő börtönbe. Az is szóba került itt, hogy a woke ideológia hirdeti az eltulajdonítást, lényegében az ellopást, vagy a cancel culture, az eltörlését, a múltnak, a múltat végképp eltörölni. Miről szól ez gyakorlatilag? A kultúránk ellopására? Ez a bolsevizmus. Tehát nem változtak semmiben, a 21. században vagyunk, most nem fegyverrel lőnek ránk, mint mondjuk 56-ban, vagy a tanácsköztársaság idején, hanem így a soft power, ugye ez szép kifejezés, angol kifejezés, ez a puha nyomásgyakorlás a popkultúrán keresztül. Talán ez még veszélyesebb is, mert rejtetten teszik. Sokkal veszélyesebb, sokkal több embert érnek el vele, kényelmes pozíció az, hogy az ember nézi, és nem is gondolkodik rajta, hogy egy sorozatban most éppen az a szál, az a homoszexuális szál miért van ott? Nem is illik bele. Nem is illik bele egyáltalán. De azért van benne, hogy érzékenyítsen, hogy el kell őket fogadnunk. Sőt, hogy el kell fogadnunk, a normálvá szeretnék tenni. És most már sajnos a pedofília is itt tart Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. És Magyarországon nemet kell erre mondanunk a leghatározottabban, és a magyar kormány ezt is teszi, a magyar törvényhozás a gyermekvédelmi törvénnyel. Tamás, és nem csak hogy a sorozatokban, a mesékben. A mesékben ott van. Bocsánat, vissza kell kapcsolnunk, mert Gulyás Gergely következik a Bálnában a CPAC Hungary konferencián. És visszamegyek, mert ezen már csak rontani tudok. Főleg azért, mert nyilvánvaló, hogy a szervezők a konzervatív táboron belül is válogatnak, és az egyes politikusokkal szembeni szimpátiájuk csökkenő mértékét mutatja, hogy ki mikor került sorra a mostani konferencián. Én utoljára maradtam, és valóban minden elhangzott, aminek el kell hangoznia, ezért részben szeretnék a magyar kormány nevében utolsóként köszönetet mondani mindazoknak az előadóknak, akik vállalták, hogy eljönnek Magyarországra, egy olyan országra, amelynek politikai jelentősége ma a konzervatív vitákban lényegesen nagyobb annál, mint amit a 7 milliárdos világon egy 10 milliós ország és egy 11 nehány milliós nemzet súlya egyébként önmagában indokoltá tesz. De hogy ez miért van így, annak az oka, hogy mi is rendezünk szípeket, hiszen az elmúlt években Magyarországon egy olyan konzervatív kísérlet zajlik, amelynek természetesen részeredménye van, ahogy általában a történelemben részeredményekről számolhatunk csak be, de ez a részeredmény ez nem vitásan sikeres. Sikeres azért, mert demokratikus legitimáció áll mögötte, sikeres azért, mert négyszer egymás után sikerült nagyon nagy többséggel megnyerni a parlamenti választásokat, és sikeres azért is, mert nem mondott le azokról az alapvető konzervatív értékekről, amelyekről sokszor azt látjuk, hogy Nyugat-Európa önmagukat kereszténydemokratának és konzervatívnak nevező pártjai már lemondtak. És a CPAC fontos szerepe, hogy összekösse az óceán két partját, hiszen az amerikai konzervatívok fontos fóruma ez, amelyet most már más országok is vendégül látnak, de ettől még a kapcsolattartásnak, az amerikai konzervatív erőkkel való kapcsolattartásnak az egyik legfontosabb fóruma. És rögtön dicsérjük is meg amerikai barátainkat, hiszen látjuk azt, hogy ha Nyugat-Európába utazunk, akkor sokszor a konzervatív pártok is elfogadják azokat a kereteket és játékszabályokat, amelyeket a baloldal, a liberálisok számukra megszabnak, de Amerikára ez nem jellemző. Amerikában a konzervatívok megmaradtak konzervatívnak, és úgy gondolják, hogy azokat az alapvető értékeket, amelyeket a woke támad, meg kell védeni. A woke természetellenes ostobaságairól naponta sokat hallunk, a dániai szoptató férfi szobrától kezdve a műkorcsolyázó világverseny megnyitóján hasoncsúszó balettruhás, önmagát nőként azonosító biológiai férfi szerencsétlenkedéséig. Erre Budapesten mondják, magyar mondás, ingyen senki nem lehet ennyire hülye. De nem lenne méltányos, hogyha ellenfeleinkről azt feltételeznénk, hogy ezt ők ingyen csinálják. Egyre több bizonyítékunk van, hogy ez nincs így. Magyarországon a legkézzelfoghatóbb bizonyíték az éppen az, hogy Amerikából 4 milliárd forintnak megfelelő dollárt kapott a magyar ellenzék arra, hogy hatalomra kerüljön, és hogy ne lehessen Magyarország többé egy olyan konzervatív, kereszténydemokrata kormány által vezetett ország, amely az amerikai jelenlegi adminisztráció szemében szálkának tűnik. Azt is látjuk, hogy a woke éppen a hazát kérdőjelezi meg, a szabadságot veszi célba, azt a jogot, hogy a nép szabadon dönthessen a saját sorsáról, hogy maga határozza meg azokat az értékeket és azokat a kereteket, amelyek között élni kíván. Éppen ezért az a célkitűzés, amit itt láthatunk a bejáratnál, No Woke Zone, ez egy közös felhívás a cselekvésre, egy olyan felhívás a közös cselekvésre, aminek a célja és sikere csak az lehet, hogy ne csupán egy szép, a Duna mentén fekvő épületre írhassuk ezt ki, hanem írhassuk ki mielőbb az országainkra is. Legyenek olyan politikai erők kormányon, amelyek azt hirdetik, hogy a saját hazájuk nem válhat woke zónává, akik úgy gondolják, hogy a férfi férfi, a nő nő, az alapvető értékeinket, a nemzetet, hitet, hazát és összetartozást pedig meg kell őrizni. Éppen ezért ajánlom figyelmükbe végül a Magyar Alaptörvény preambulumát, amelyet nemzeti hitvallásnak nevezünk, amely úgy szól, hogy valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság, valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki, valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, hit és a szeretet. Ezt kívánom mindenkinek, aki a Szívek nagy családjához tartozik. Köszönöm a meghívást! Hát félbeszakadt a beszélgetésünk, de ennyi időnk maradt most erre az elemzésre, de megígérem, hogy folytatjuk természetesen a woke ideológiáról és a végidőkről szóló elemzéseket. Most a CPAC Hungary közvetítése véget ért. Pindroch Tamás és Szendrei Róbert, köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek a figyelmet köszönöm, a viszontlátásra.